Hello, szevasztok, hello mindenkinek, várjatok, elfelejtettem a mikrofont magam elé készíteni, nem volt elég időm itt az elmúlt negyed órában, körülbelül mióta elindítottam a streamet, szevasztok srácok, hello mindenkinek! Ciao, szia Fanni, hello, Szabó, Robert, Bence, Zsanett, Mia, szia, igen, hello, bocsi, sziasztok, hello, hallottok amúgy? Van hang? Hello, hello. Hellosztok, hello mindenkinek. Az van, jól van, nem, bocs, elutaztunk múlt héten, úgyhogy kép is van, szomorú. Szóval ezért nem voltam, ezért is, de mindegy, itt vagyok. Sziasztok! És arra gondoltam, hogy ma duti lesz, de nem lesz duti, mert így szézni fogunk egy kicsit. Szia mindenki, hello, hello. És sietnem kell állítólag, mert már szóltak, hogy várnak, mert hogy valami ügyvédszerűségre van szükség, úgyhogy nem is rabolnám itt az időket. Hello! Várjátok egy fél pillanatot. Billentyűzetet cserélek, bocsi. Ez szok kell. Hello, mi történt? Bocs, billentyűzetet kell cseréljek, ne haragudjatok. Szevasztok, hello Enzo, hello mindenkinek. Várnak téged, nagyon várnak, nagyon jó, sziasztok, hello. Na, ezt nézzétek meg, miatt ezt már láttad. Ez egy egyedi Verda, kérésre készült hanggal meg mindennel. Arra gondoltam, hogy megtekerjük neki, de annyira driftel, hogy nem tudni vezetni, de mindegy is. Na mindegy, szóval, hogy RP lesz, aztán lehet, hogy majd utizunk is, vagy nem. De az biztos. Így! Tudtam, hogy nagyon csúszik. Azt nem tudom, hogy átéppen állítottam a hangot amúgy. Hello, szarkedvem van, miért? Gondolod, hogy is vissza, de ne, álljál meg! Na, Andi, ezt most beszéljük meg itt négy szem köz, jó? Na, miért, mi a baj? Múltkor amúgy néztem ugye az a játékot, amivel játszottatok. Igen, tehát na, néztem a streamet, és ott játszottatok valamilyen játékkal, és aztán megtetszett az a játék. Mi volt annak a neve? A zombis, vagy hát ilyen túlélős. Lehet, hogy a Voices elállítódott. Itt vagy még? Az a... 36, nem foglalkozok. Hello? Hello, hello? Az a... mikor itt túl kellett élnetek. Sons of the... az, lehet, hogy az volt. Forest. És lehet, hogy ezt kipróbálom majd. Hello, kolléga. Hallasz? So... Az nagyon megtetszett. Az a game. Hello? Tudjátok, mi a helyzet? Az van, hogy véletlenül bekapcsolvagytam a... ezt így. Ez nem hall. Hogy lehet, hogy senki se hall. Egy az egyben. Nem tudom, hol a bíróság! De nem tudom, hol a bíróság! Hello, barátok, hallottok szó? Kicsit távolabb ennek elnézést. Nem tudod, hol van a bíróság épülete? Nem tudom. Azt én tudom. Ki az, aki tudja szó? Pillanat. El tudsz vinni majd? Persze, eldoblak egy pillanat. Köszönöm. Önkormányzat, jó, jó játékot, jó játék is. Kikakorok a csumiból, azt eldobnak gyors. Oké. Itt mi van itt a csomagtartóban? Ide kéne ülnöm? Mondhatni, ha nem érsz nézni, van légyjogosítvány. Akkor. Még egyszer, szóval nem hallok. Amúgy néztem még egy játékot, és most nem fog eszembe jutni a címe. Valakaj a PR rádió, meg... Na jó, de elviszel? Miért osztott ezt? Reváltja, eltoblak. Szóval azt akartam mondani, hogy van egy játék Fanni, és akartam mondani, az is ilyen négy személyes kóp elvileg, meg ilyen túlélős, hogy játszhatnánk valamikor, akár streambe is. De nem itt eszembe a címe. És most nem is fog eszembe jutni a címe. Pillanat. Nem fog eszembe jutni a címe. Amúgy, hogy miért? De, na igen, csak...
Jajjajj. Zászló kéne, hogy legyen. Akkor megértem. De azért nem kell, az depressziós időszak, nem? Depressziós időszak. Lányok, mondjátok meg, most mit szerintem. Nem. Milyen fajta azon kivel? Jó fajta! Nem tudom. Azt keresem, mindjárt megnézem. Elnézést kérek. Le volt akciózva egy online store-ba. Te mellettem még ural? Még egyszer sorry. Bocs. Yes. A szerelem nem épp a legjobb. Szóval le volt értékelve. Itt van. A számla, és mindjárt megmondom. Dying Light! Dying Light! Az! Dying Light! Dying Light! Az! Értitek? Kb. Valamire erre lát. Yes! Valamire erre. Jöjjjjjjjjj! Oh. Kicsit fura autó, ez most vettem. Azt a rohadt, de csúsz! What? Mi történt? De, csak én lehetek ilyen szerencsétlen. Mitől estem ki? Az egyenes úton? Hello! És ezt le kéne erpéznem, hogy... hogy mi történt? Jézusom! Jó napot! Jé! Megharap a kutya! Zárja be az ajtót, szó. Üljön be gyorsan mellé, még mielőtt elütik. Oda tudsz vinni az a zöld autóhoz? Sorry. Hova? Balra, left, please. Ez másik bal. Yes, az, egyenes, ott várnak. Jézusom. Mi történt magával? Én nem emlékszem rá. Na? Problematikák. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Ej, észlelt. Jézusom, a kutya ott hátul. Hey, elhagytál. Magával? Kiszállt a menet közben, szó. Jaj. Ja, és beköszön magam, oké? Hát azt ajánlom. Akartam mondani, hogy kicsit gyorsan hajtottunk in the city, yes? Hát igen. Na szóval, Fanny, hát, az... egy ilyen autóban nehéz várni, félek, hogy még új. Na, hogy is mondjam, nem új, hanem... Szerintem nem jó helyem. Szerintem nem jó helyen vagyunk, kolléga. Szerintem se. Nem kéne, nem jelöli azt egy zászló. Egyébként. Várja. Ott van! Van. Ez is vakon van, mint Esmeralda. Yes, yes, az lesz, az oké. Okay. Mert majd leveszem akkor a Gateway-en. Talán ott van akcióban. Siet oda? Yes, egy fél órával ezelőtt kellett volna, maybe ott lennem, oké? Okay? Akkor segítünk rajta, jó? Yes. Amennyire gyűlök ezzel az autó. Szóval, lehet majd veszem akkor azon 4K. Azt a volt. Szerintem ott vettem is. Várjál, mert a... The Following Hú. Enchanted Edition. Enchanted Edition. Az volt akcióban. Ija! Fufu. Oh my god, mi történt itt? Na tessék uram, elnézést a fennakadás miatt. Nem problém, mivel tartozom? Semmivel. Köszönöm szépen, kisz, bang bang. Viszlát. Várjad meg. Nehezen szállok ki. Jajajajaj. Így. Jaj, alacsony az autó, sorry. Hello, kolléga. Jöjjön. Fáradjon arrébb. Itt a kolléga is sem. És miért? Illetve azt is, hogy Antonka megsebesített két serifet? Meg fog halni. Egy macsettával? Ezekről az orvosi átveleteket készítsék elő. Jó napot, kollégák. Hát azt próbálom, csak az úr nem megy arrébb. Itt vagyok, elnézést a késésért. Kérem, ide jön ügyvéd úr. Elnézés, volt egy kis közúti balesetünk, sorry.
Megkérdem, hogy egy kollégát üljön hátra és az ügyvéd úrnak adjon helyet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ennyinek bejebb kollégák. Elnézést, a mentős uraktól kérhetnék egy aspirint. So, eléggé fáj az kezem, meg lábam. Még egyszer egy gyógyszert mondtam, szó. Köszi a követést, Bálint, üdvajnok köztes. Látom, hogy sírcsinkba kirepett a szája széle, uram. Van rá sektapot? Na, van valakinek kötszörre, maybe? Úgy látszik, az orvosok nem van jelen orvos, tenni. Van jelen orvos. Úgy látszik, nem nagyon akarnak tenni ezek a doktorosok semmit. Menjen már az ügyed úr, azt tássál a doktor úr, segítsen már, legyen szíves. Akkor nem adok kötszert. Valaki adja a kötszert, mindegy ki az. Adok egy, igen. Adok köszönöm egy szépen. Ez bekötözöm itt a... Látom, itt van a papírokat, majd... Papírokat szeretném látni. Hát ez nagyon félreérhető. Jaj, látszom, hát köszönöm a segítséget. Még nem kezdődött, meg itt várunk egy... Bentebb ülnének? Na. Menjen be, a kolléga engedje be a sheriffet. Van a hátul is szék egyébként, szerintem. És az ügyvédünk is valami nem kérünk el. Igen. Ciao, azon van fene kiakadva, hogy rendőrruhá van, vagy ügyvéd. Ja, egyébként szép igen, látom. Megkérnék mindenkit, hogy először foglaljuk el helyünket, és akkor utána megkezdjük. Elnézést kérek, hogy nem tudtam átöltözni, de éppen akcióból jöttem, mert hát az egész rendőrös itt van, of course, és én egy időt tartottam a... Frontot in the city. Sorry. Maga most akkor ügyvéd vagy rendben? Én jogász vagyok, of course, és mellette rendvédelemnél is dolgozom, mert ez nem tiltja a törvény, oké? Okay? A rendőrségnek a jogi tanácsos. Így van, jogi asszisztens vagyok, yes, of course. Nem is tudtam, hogy az irodában is hordanak a jó állat. Azt, hogy te mit tudsz, meg mit nem tudsz, az nekünk semmi közük, hogy te tudatlan vagy, oké? Okay? Uram, le tudom lenni. Hirdelet nincsen golyan, nem rendben, az ügyvédi papírokat szeretném elkérni. Igen. Mutassák fel. Rendben. Amúgy... Mr. Jogász úr. Várjatok egy picit. Figyelem ott? Van, átadom. Hagyta otthon. Még egyszer! Tudjuk mutatni újra? Figyelem, hagyta otthon. Papír. Ben van a rendőrösön, hát szolgálatban nem viszem magammal. Majd utólag begyújtom, lehetőségem van rá. Utólag nincs lehetőségben nyújtam. Majd begyújtom neked mindjárt egyet. Köszönöm. Ezt most nekem mondta. Majd forr... Jó, basszus trafik, igen. Igen, magának, hát ne legyen másokat. Mi? Füleden ülsz, kolléga? Rendben, amint látom, ezt Stanley González állította ki, aki egyébként, ha jól tudom, már el lett váltva, igaz? Jó ideje! Ájájá, csak meg kellett volna frissíteni azokat a paperöket. Így van. Hoppá, hoppá. Köszépen becegélet, hogy lehet, hogy... Az már érvénytelen. Amúgy elnézést, de az ordibálás lassan sérti a fülem, köszönöm. Esetleg van-e megújított papírja? Amit... Nincs, azt mondta az elnök, hogy ez jó lesz. Ha lehet, kiabáljon már az ügyből. Igen. Ez még egyenlőre jó. Ki az elnök? Hogy kérdezzem már meg. Elnök úr merre található? Itt van az elnök úr. Itt van. Tiszteletem eredetőjén. Hol van? Emlékeztek múltkor, mikor ugye itt ketten volt egy fasza szöveg, amit földiktáltam. Kit kellett? Téglát védtem? Nem a téglát, nem tudom. Na mindegy, és azt keresem, hogy honnan szedtem azokat a hülyeségeket. Hallhatnám én is amúgy. Emlékszem, mi volt az oldal. Így van. Hát igazából még nagyon új itt a helyzet, aztán még nagyon sok papírmunka van, nyilván minden mással, de akkor meg lesz újtva. Na lehet Antonka, ezt ma elnapolják. Antonka. Szia Mert! Hello. Jézusom, hát hello! Nem, amúgy múltkor már erpésztem egyet, két hete erpésztem egyet, és ennyi volt. Meg dutiztam. És most ügyvédkednem kéne, csak nem találom a... Jó lenne, mi is hallanánk, hogy mit üzélni. De ja, egy kicsit újra RP. Kukás! Áááá, megvan!
Egy nagy, nagyon jó lesz, ezt lehet, hogy többen ki fognak égni. Lefoglaljanak helyet, kérem. De ez csak az egyik része, amik rendben. Tehát akkor megkérném a rendőrség felől az ügyvéd urat, yes? Hogy a papírt minél hamarabb szerezze be, és akkor ezt kérem majd felém benyújtani. De más se, nem más se csináltál. Ügyvéd nem volt stream, nem? Yes, of course! Az urat is, a másik urat is megkérem, másik ügyvéd urat is, hogy ő is pótolja a hiányosságot. És akkor meg is kezdeném, ugyebár a mai tárgyalást, akkor fel is vázolnám, hogy tehát Nagy Anton feljelentést tett Dr. Székely Szilárd úrral szemben. Más se Nagy Anton, után, volt, de ez aztán Dr. Székely Szilárd megerőszakolta Nagy Antont. Erről DNS teszt is készült, amit a kórházigazgatója állított ki, amire majd később kitérünk. És a rendőrség is benyújtott egy kérvényt, hogy Nagy Antonnak az elhelyezésével kapcsolatosan, hogy kerüljön nevelőintézetbe. Másra se volt kapacitás, nem ugye RP-re. Ezt meg szeretném kérdezni ennek az indokát, úgyhogy kérem ezt a Dr. Székely Szilárd, ezt most vázolja fel. Lépjek oda a pulpitushoz? Hú, de izgul. Csak álljon fel és mondja el, kérem. Tisztelt bíróság és jelenlévők. Néha nekem is, aztán... Nagy Anton, szemben a hatóság jogi úton szeretné kérvényezni a bíróság részéről, hogy vegye figyelembe a jelenlegi, hát mondjuk a szabálytalanságokat, amit a városunkban elkövetett. Többszörös rágalmazás, rendvédelmi gyilkosság, Csabi, mi akkor az azt, hogy telefon többszörös olyan cselekmény, ami egyébként kiskora ellenére az ember nem is gondolhatná, nem hogy elköveti. Gondolom azt, hogy a kis autójával vagy motorjával nem megfelelően közlekedik, amit egyébként a hatóság akkor az le is foglalt. Ennek ellenére továbbra is a nagyszülei, szülei engedélyezik, egyébként járja az országot mindenfelé. Én úgy gondolom, hogy egy valóban közös családon belüli fenntartást úgy gondolnám, hogy úgy kellene nevelni a gyereket, ha már rájuk hagyta a szülei, hogy nem engedik el a gyereket egyedül. Na most a gyereknek a kezében kés volt. Hallhattam, a sheriffségnél leszúrt két, vagy teljesen mindegy, szúró-vágó eszköz volt nála, amivel megsebesítette a sheriffeket. Na most kérdezem én ezt. Úgy hallottam, hogy állítólagosan az Antonkát ott is milyen érdekes, ott is meg akarták erőszakolni, és önvédelemből tette ezt a kis Antonkat. Köszi szépen a követést, ne haragudjunk meg. Kettő felnőtt ember. Nekem is ezt csinálja, de már 4 éves telő. Kettő felnőtt ember, ha egy gyereket meg akar erőszakolni, akkor nem valószínű, hogy gyerek fog szúrni, hanem kiverik a kezéből, jó szájba csapják, tudja, hol van a helye, és akkor majd lesz, nem ulas. Na, azt vegye figyelembe a bíróság, hogy a 11 éves Antonka, aki nem soká 12 éves lesz, úgy gondolom, hogy nem beszámítható, és mentálisan problémás gyermek. Mindenféleképpen javaslom a pszichológiai ellátását, és továbbá, ahogy amit jeleztem az elején, a bíróságnak is azonnali nevelő intézetbe helyezését, és meg szeretném továbbá kérni a bíróságot, hogy vegye figyelembe a gyermek fejlődésének érdekében, köszönjük, hogy azonnan hatósági eljárással, bírósági eljárással vetessék el a gyereket a jelenlegi hozzátartozóktól. Rossz hatással van rájuk a nagyapja, a nagyanyja, unokatesója, ők egyébként vagy nem ott tudom, a család az elsősorban, nem tudom, én nagyon előre vagyok és jelen maradva, áll ez szerint, amit én velem szemben tesz, hogy én megerőszakoltam. Mindenféleképpen jelezni, hogy szápolnám, hogy rágalmazás. Ezt remélem kinyomozza a hatósági szerv, és mindenféleképpen felelősségre vonja azokat a személyeket, akik
ellenem ilyesfajta kijelentést tettek, azért álljon már meg a menet, elsősorban az én hírnevemet nem fogja elrontani egy tízen akárhány éves kölök, aki azt se tudja, hogy fő-e vagy lány elsősorban. Nem tudom. Össze-vissza hazudgál, össze-vissza minden. Az is kiderült, hogy állítólag a nagyanyját, aki jelenleg itt van, nincs itt. Állítólag én azt is megőrösszokoltam. Hát ne haragudjon, elsőnek fognák meg egy felmosó vödröt, mint a nagyanyját, ahogy kinézett tegnap a rendőrségen. Hát na, álljon meg a menet. És mögöttem Zotya úr is állítólagosan megerőszakolta. Továbbá jelezném, hogy egyébként már nem tartozik senkire, de mint látják, nincsen hajam. És nem mutatom meg, de farszőrzetem sincs, úgyhogy nem valószínű, hogy az én mintámat találták meg. Továbbá szeretném, hogy vizsgálja ki a minisztérium annak a bizonyítéknak, a leletnek a érvényességét, és valóban jó, minden rendben, felmerülős korruptságát. Hogy esetlegesen hogy derítették ki, szép, hogy a doktor Székely Szilárdnak a fanszörzete van a kisgyermeken, vagy bármilyen olyas testnek van a gyermeken, ami én tőlem származik. Amennyiben ezt, és biztos vagyok benne, hogy én nem járultam hozzá ennek a kivizsgálásában, ki az, aki egyébként az ő nevét hozzáadta, bármilyen mentős, ilyen nem létezik a világon. Az, hogy egy fánk, mert ezt mondta előbb itt a bíró úr, vagy nem tudom milyen titulusban van fönn, hogy egy fánkról vettek egy nyálmintát. Hadd kérdezzem már meg, én a városban soha nem ettem fánkot. Továbbá is, ez megint nem állja meg a helyét. Azért, hogy a Amerikában itt ugyebár eléggé felkapott a töltött fánknak a kóstolása, meg az evése a rendőrség részéről, az én figyelek az alapomra, és én nem fogyasztok ilyesfajta édességeket. Úgyhogy ez továbbra is rágalmazás, úgyhogy felháborító, hogy továbbra is egy 11 évesnek a nevé, vagy a szólására, vagy a kijelentésére hagyatkozik bárki egyébként. Továbbá azt még elmondanám, hogy amikor azt mondtam, ez tény igaz, megmondtam, kedves, aki unatkozik egyébként, a bírórat kérem, hogy vezettesse ki, mert hát ide jó. Nem kell ilyen ember, aki elalszik. De mindegy, nem? Csak egészséges legyen. Hallottam, hogy horkol valaki. Igen, nem tudom, a testőrök merre tartózkodnak, itt elnök úr? Kint figyelik a bejáratot. Akkor megkérném, hogy valaki figyeljen itt is a rendre, ne az ajtóban álljanak. Mégis csak nem otthon van. Akkor majd én kérem meg a illetékes előtt, és akkor ki lesz innen pretozsálva, jó? Mert itt tudtommal egyébként, akik hátul ülnek, ja, annak nem is muszáj itt lennie. Vagy tévedek, bíró úr? Igazándiból nyílt tárgyalás van most, de amennyiben szükség van rá, akkor ezt már fogjuk változtatni, és akkor csak az illetékesek vehetnek részt majd a tárgyaláson. És azt még elmondanám, hogy állítólagosan, ugye Antonka össze-vissza kavarja a szart, mert sajnos már ő se tudja, hogy mit mond, kinek mit mond. Nekem az elején azt mondta... Ez nagyon kemény RP-k folynak. Vagyis a rokonságainak, mert már nem tudom, hogy ki hova tartozik, hogy állítólag én megerőszakoltam. Utána én megmondtam a cella mögött, hogy Antonka mondja, de az igazat ma úgy szájba tönyörölek, hogy a takony menetet vág a nyakadon, a hátadon. És én beszélek. Hallgassuk végig a másikat, kérem. Értem. És aztán megijedt a szegény gyerek, és azt mondta, persze a rendőrség részéről, vagyis én nem bántottam Antonkát verbálisan, csak verbálisan, fizikálisan nem. Azt, hogy az egyéb kollégák milyen hatást indítványoztak a gyerek ellen, nem kaptunk írásbeli panaszt a rendőrség által eljárási részéről. Viszont Antonka azt mondta, hogy ez nem így történt, újabb sztori, figyeljenek uraim, és a bíró úr jegyzőkönyvet veszi, remélem. Azt mondta, hogy közben nem így történt, hogy én megerőszakoltam. Egy szerkesztett videó készült el, ahol Antonkának a feje rákerült, mit tudom kire, meg az én fejem. Most és ott található egy ilyen ujjazás videó. Mert hozzáteszem, itt nem ilyesfajta szexuális történt én és
a gyerek ellen, hanem állítólag, és továbbra is jelzem, eddig ez volt a plád, most meg állítólag már, na mindegy, én megújjaztam a gyermeket. Na most, tehát ez nem állja meg a helyét. És... Mi a nem fene? Utána még Ádám, tovább facsarta a dolgokat. Ádám, arra hivatkozott, hogy a Zotya úr kényszerítette erre, és ő... Zotya úr? Ő ez a Zotya csinálta úr? Ezt a videót. Ő készítette el ennek a hatására. Úgyhogy én szeretném, hogy a mellettem Zotya úr is felszólalna majd ebben kapcsolatban. Orbitális hazugság van ezen a téren. Megkérném, hogy a bíró úr vizsgálja ki mindenféleképpen ezeket a dolgokat. És a mentős részéről mindenféleképpen is vizsgálják ki, hogy ez valóban helyes, de tájékoztatom önöket, hogy nem állja meg a helyét, és ez nem valós információ. Ezért a hatóság is eljárás fog indítani korrupció ellen, viszont ha kiderül, hogy nem állja meg a helyét a valóban állítólagos OMS-es vezető, indítványozom a lemondását. Köszönöm, ennyire. Elnézést, bíró úr. Kérje már meg, legyen szíves, a kínai gucsinges bicepsre gyúró butha imitátort, hogy üljön már le, amíg a védencem beszél, oké? Okay? Mit áll ott, mint egy faszent szó, mikor épp nem kapott szót? Na. Megkérném, hogy üljön le. Elsősorban a vádlott ügyvédjét szeretném megkérni, hogy egyre adjon választ ezekre a vádakra. Na, és először is, oké? Okay? Először is, kezdjük előről. A 48-as cikkely, ami azonos az EJE 6-os cikkely harmadik és második bekezdésével, ami azt mondja ki, minden bűncselekménnyel gyanúsított személy, az mindaddig ártatlannak kell védelmezni, amíg a bűnösséget törvénynek megfelelően nem állapították meg. Oké, okay, ez eddig nem történt meg. Szóval a harmadik paragrafus az azt mondja, hogy minden bűncselekménnyel gyanúsított személynek joga van legalább arra, hogy a legrövidebb időn belül tájékoztassák olyan nyelven, tehát azon language-en, melyet megért, és a legrészletesebb módon az ellene felhozott vádak alól tud indokokat adni. A B paragrafus azt mondja, hogy rendelkezzék a védekezésnek előkészítéséhez szükséges idővel és eszközzel, amit mi még nem kaptunk meg. A C paragrafus azt mondja, hogy személyesen vagy az általa választott védő segítségével, ez én vagyok, oké, okay, ezt ő választotta, szóval az ő védője segítségével védekezhessék, és ha nem állnak rendelkezésre eszközök, védői díjazásra, blá blá blá, ez nem lényeg, hiszen ez már le van beszélve. Oké, okay. Kérdéseket kell intézni a vád tanúihoz. Nagyon fontos, hogy még én sem tudtam beszélni a tanúkkal. Oké, okay. ez itt egy hiba az eljárás keretein belül. Jelenleg én az orvosoktól sem kaptam semmiféle papert erről a DNS mintáról sem. Oké, okay. A lényeg az, hogy az 52-es cikkely azt mondja, hogy az EJEE által biztosított feltételeket, amiket itt az előbb felsoroltam, ezzel rendelkezni kell. Na most, itt sok hiba van az eljárásban. Szóval innentől kezdve nem értem, hogy miről beszélünk. Először kellenek nekünk, a védőnek kellenek ezek a bizonyítékok, kellenek a tanúkkal beszélni, utána van miről szó. Addig nem lehet eljárást folytatni. Értem? Természetesen. Értjük. Természetesen. Tehát elsősorban ezeket, hát úgymond ez egy előkészítő ülés, ezeket minden, ezért is megkértem mindenkit az kórház részéről is, illetve megkérem a vádlottakat is, hogy a bizonyítékokat, ezeket szedjék össze, és az ügyvédurak ezeket majd nyújtsák be felém. És akkor valószínűleg ez egy másik tárgyalás, több, ez egy tárgyalás sorozat lesz, mire ebből a jogerős ítélet fog következni. Most megkérném Anton K-nak, Nagy Antonnak az ügyvédjét, hogy amiket felhozott Dr. Székely Szilárd vádakat, erre válaszoljon, adjon valamilyen oldal, választ. Azt nem találom azt az oldalt, amit kerestem. Én szeretném most az ügyvéd urat hallgatjuk. Rendben, szeretnék reflektálni oda Székely Szilárdnak, hogy ezek koholt vádak a rendőrség felől, ugyanis a serifség kezdeményezte ezt az egész tárgyalást. Jó, megvan, köszi a követés, BRB Bence. És ő indítványozta ezt, hogy legyen.
majd kértem tőlük a bizonyítékokat, ők tudtak mutatni. Ezután bementem a rendőrségre, ahol azt mondja Antonka, hogy minimum 10-szer, ha nem többször bevitték a rendőrségre. Egyetlen egy dokumentáció nem található róla náluk bent a gépben. Azt se tudják, hogy ki, hogy ő, mintha ott se járt volna, mint egy szellem. Ezek után ők rágalmazzák az én védencemet, hogy ezt meg azt csinálja, amikor egyetlen egy papír nincs leírva, hogy ő bent tartózkodott. A másik nagyobb készpénzt adnak a gyereknek, beültetik az irodába a rendőrségen Fortnite-ozni, vagy mit csinálni a géphez, bezárják, cukrokat adnak neki a rendőrök, felkapják, fogdossák a gyereket. Így van. És ahogyan mondta előbb a Székely Szilárd, még jó, hogy mondta, hogy remélem, hogy jegyzeteli a bíró úr, ami ez a hangfelvételt, meg ezt a videós bizonyítékot, hallod, mi a hogy ő kihallgatta. Kérdezem én a rendőrséget, hogy egy 11 éves gyereket hogyan lehet kihallgatni úgy, hogy nincsen semmilyen hozzátartozó, hogy, vagy gyám ott tartózkodik a igen. cellába. Tehát egy 11 éves gyereket nem lehet kihallgatni egyedül, ez egy rendőri... Az fix, jó? Ez egy hiba. De hát még kellenek adatok, hogy hova tudom feladni majd. Illetve mondhatok, el 12 év alatti gyermek itt se jöhetne a megbeszélésen, a tárgyaláson. Illetve ezáltal nem értem, hogy Antonka miért üli. Tehát ez egy hiba, 21 éves korig kötelező ott lennie a gyereknek valamilyen gyámjának. Jogi képviselőnek hívják, szó. Éppként ott volt, jó, ott volt. Uram, nem volt ott a cellában, egyedül tartózkodott a kisfiú, ott volt a nagyanyja, lehet, akkor kérem, volt, kérem, és a kisfiú, hallgasson végig, jó, Székely Szilárd úr? Jogi, kisfiú egyedül jogi, tartózkodott lent a cellában, és azt mondta, hogy utána meg úgy kérte ki az anyja valami rádión, hogy izé, stb. Tehát kérdezem én, gyereket így kell kihallgatni, egy 11 éves kiskorú gyereket? Utána nem dokumentálják le a gyerekről semmi. Ha most bekérné a bíró úr, semmilyen adatot, semmilyen ügyben nem tudnának mutatni róla semmit, ebben biztos vagyok. Elnézést, ennek mi köze van a videncem vádlottságához, hogy ő megerőszakolta a gyereket? Semmi. Az, hogy hiba történt esetleg az eljárásban, a kihallgatásban, az nem az ennek az ügynek a tartozéka, szó, az akkor egy másik other ügy, de nem ez. Térjünk a tárgyra. Ebből adódóan az, hogy mindent cáfolta most, amit a Székely Szilárd mondott, honnan tudjuk azt, hogy ebben nem hazudik egyáltalán. Tehát az, hogy a gyereket fogdossa meg, stb. Honnan tudjuk, hogy ez a suhanc, ez nem hazudik, szó? Hozzászólhatnak én is ehhez az agyarban? Várj egy pillanat. Azért tartozik hozzá. Azért jó volt, te magasz vagy. Hogy az atya bácsi a bűnös, hogy Antonka azt mondtad, mert hogy megijedtél, mert két rendőr erőszakosan mondta, hogy ha most beismered, hogy mi volt, meg elmondod, akkor elengedünk őt címszóval. Félelmet keltettek a kis unokámban, és ezért mondta ezt a hülyeséget, ezért tartozik az ügyhöz, hogy egyedül volt lenne a cellában, és ott a cellakamerás felvételek. Így van. Látszik, hogy... Mindig egyedül viszik le a gyereket, ahogy így most van. Is bebizonyosodott, azt csinálnak vele, amit akarnak, hangfelvételt rögzítenek, ráadásul úgy, hogy a rendőrségnek a fővezetője tartózkodik ott, meg egy nem tudom mi, van ezt nem lehet srácok, megengedni ebben a városban. Egy pillanatot szeretnék kérni. Tehát megkérnék mindenkit, hogy azt beszéljen, akinek szót adtam. Mert nem, ez most nem egy csoportos megbeszélés, ez éppen egy előkészítő tárgyalás. Akinek szót adok, legyen szíves azt beszélni, és nem egymás szavába belevágni. Ügyvéd úr, szeretnél valamit hozzáfűzni? Így van. Szeretném, hogyha be tudnák bizonyítani ezeket a vádakat, amiket állított előbb a Székely Szilárd úr, mert előbb ő erre tért ki, hogy ő nem eszik fánkot, ezt bárki mondhatta. Lehet, hogy én azt mondom, hogy nem járok nagy WC-re 3 hónapig, senki nem fogja elhinni, uram. Mindenki eszik fánkot. Erről bármi bizonyíték van az önök részéről, ezekről a kihallgatásokról és egyéb dolgokról, tehát valami. Természetesen nincs nekik, of course. Előbb mondta, hogy van egy hangfelvétel, amit a Székely Szilárd mondott, azt meg én ilyet nem nézni. Mondtam, tiltakozom, hazudik. Előbb mondta, és meg mondta is, hogy jó, hogy jegyzeteli, hát valami én nem videó, megszerkesztett videót, hogy oda van vágva a fej, előbb mondta, uram. Azt nem én mondtam. Megkérjük mindenki, hogy nyugodjon meg. A rendőr úrnak megadom a viszontválaszra a lehetőséget. Ezt a kis kölök mondta, hogy ő szerkesztette, vagy Zotya, mert ő se tudja. Majd azért kérdezzük már meg a gyereket, hogy most ugyan mit talál ki. Mert most már elegem van, hogy egy 11 évesnek a semmiére hallgat itt az egész nép. Hát az ilyet be kellene zárni egyébként nevelőintézetbe. Meg szeretném kérdezni, hogy Nagy Antonnak most ki a jogos képviselője? Na, ez az. Mert hogy nem az nagypapa. Ügyvéd, az is biztos. Nagypapa. Na, nem a nagypapa, az édesapám, csak ő nincs itt. A nagypapa neve van több mint 2 hete. A nagypapája állítólag egy rendőrt lelőtt a rendőrségen. Ezt nem tudja bizonyítani, mert nincs egy adatsérben. Azt mondtam, hogy azt beszéljen, akinek szót adtam.
hogyha ez nem fog bekövetkezni, akkor zárkörű tárgyalást fogok elrendelni, és akkor senki nem lesz bent, csak az érintettek. Na, meg szeretném kérdezni, ki papír szerint a jogos gyámja a gyereknek? Várjátok, keresem ügyvéd úr, a nagy pacek szövegeket. Aki papírral rendelkezik. A nagypapa és a nagymama. Rendben, azt a papírt szeretném bekérni. Oda fogjuk adni mindenképpen. Rendben, tehát akkor a nagypapa a jogos képviselője, tehát a gyámja. Meg a nagymama. Rendben. A rendőrség részéről mit tudunk a gyámról, hogy megfelelőek-e, tehát... Alkalmatlan. Teljes mértékben alkalmazhatnak? Erre bármiféle bizonyítékok vannak? Persze, persze, hallgatjuk. Nem ja, muszáj. Valami kamúrizsa szöveget, hogy azt sem tudják, hogy hanyadikán van esélye. Átszívja a serépség előtt, valami sárga ruhástól, meg olyat csinál 11 évesen, hogy felmászik egy taluba, megfenyeget a serépséget, hogy fizessen nekik, már különben leugrik onnan. Már a nagymamája nem szereti, és ezzel fenyeget minket, hogy adjunk neki pénzt, vagy ő leugrik a darulon. Épp ember ilyet nem mond. Úgyhogy a 11 éves, ha ilyenekre készel, akkor vidassék el intézetbe, és ukassák, vagy adják oda már a szülőnek. Tiltakozom. Rendőr úr, bármiféle jegyzőkönyv készült ezekről a tevékenységekről, amit a hivatalos gyám elkövetett. Kéne keresni, mi az, ami illik ide? Nem. Mi? Hello, mi az a Megadom Dona? A szót. Illetve itt az Antonkának a nagypapája és a nagymamája lett behozva az őrse hozzánk. Figyelek ám, közben. Méghozzá fegyverrel való visszaélés, hatóság elől való menekülés és félrevezetése miatt. Tehát továbbra is pozitívan mondom azt, hogy szintén alkalmatlanok a gyereknevelésére. Ami dokumentálva van? Azt én is szeretném látni. Dua! Hát az a... Nyomozati osztály, az LSZ-én. De az nem Dona te, az Dua. Az nem szülőhöz való hozzáállás. Aki ilyeneket ad a fiának, meg a nagybátyúz. Hát most nem tudom mi az, amit itt nagyon sok minden van. Büntetés, enyhítés, meg ilyenek, de nem itt. Nem, rendőr úr. Tegnap kimentünk kocsára. Az elejére kéne valami paragrafusokat keresnem, ami ilyen nagyon tudósnak tűnik. Kaptunk egy GPS koordinátát, és kimentünk, Antonka ott volt, oda jött mellé. És azt mondta, 2-0, úgyhogy meg el kellett röhögni, úgyhogy el is félrevezetés volt. Köszönöm szépen. Rendben. Annyi, hogy még tudnék annyit szólni itt, hogy egyik nap én hoztam be. Kicsit meg kéne mozognom. Antonkat, már ő kérte, hogy jöjjön a nagyszüleivel, úgy hallottam nagyszülők. Szia, nem mentes elvérendőr, nem lehet és ügyvéd. És hallottam a nagyszülőktől, a másik autóról, hogy nem is vagyok rendőr. Fenne nem tudja megenni ezt a gyereket, hogy de amúgy, adjon el, tehát hol nem lehet, ezt nem tiltja semmi szerver, nem szabályzat tudom, sem tiltja, meg... Vagy hogy milyen viszonyban élhetnek, amúgy egy ügyvéd hol, lehet, tudom, jogász lényeg, is lehet rendőr, szóval... Most a nagyszülőt megkérdezném, a gyámot, hogy mit gondol ezekről az esetekről, és mit tudna erre viszontválaszul adni? Hát annyit, hogy bizonyíték az ablakba szokás szerint. Soha nevemet semmit nem tudnak, csak az, hogy azért, mert nem vagyok olyan gazdag, mint itt a perepúcs, meg az elnök, akire, vagy hogy is hívják ezt a jogi tanácsadót, akire 2 órát kell várni, mert személyi vonata van. Micsoda Szeg 39-es helyére egy revive-ot, mert lement a HP a fenének. Nem tudom mit nevelni. De odafigyelek rá, és azért mondom, hogy néha megveri a gyereket. De ott valahogy hílelik, hogy mit csinál. Hülyeséget csinál. Mivel ez a dolga. És igen, bosszankodom miattam, mert 11 éves. Igen, telefonja van, néha nyomkodja, mint egy idióta. De nem bűnöző ez a gyerek. Amit én az előbb mondtam, az arról van bizonyíték és dokumentálva van a rendőrség. Akkor kiszúrta le a serifet. Kiszúrta le a serifet. Bizonyítsák be. Elnézést, bíró úr, itt ha jól tudom, akkor neki kell bebizonyítaniuk, hogy a védencem sáros, maguk szóval... Maguk kezdeményezték a tárgyalást. Így van. Önök tették a feljelentést, azért vagyunk itt. Hát, yes, kitette a feljelentést. A serifség kezdeményezte a feljelentést, még és abból mondom, alakult ki. Mi nem jelentettünk fel senkit, mi csak kezdeményeztünk egy dolgot, és az Anton, a nagy Anton... kisrác jelentette fel a doktor Székely urat, és ezügyben vagyunk itt, nem az ügyben vagyunk itt, hogy... Akkor ehhez hogy jön a nagy Antonka szurkálása? Elnézést kérek. Ez azért, ment, igen, láttam. Doktor Székely úr kezdemény, vagy szeretett volna... ahogy a kis kölök az menjen legyen szíves a nevelőintézetbe, mert aki leszúr egy rendőrtisztet kétszer is egyébként, és nincsen felelősségre vonva, azt viszont mindenféleképpen meg kell nevelni. Ezt
Ő nekem egy olyan kérdésem van, hogy... Na, egy pillanatot szeretném. Van. Jó, hallottam. A Székely úr maga azt mondta, hogy csak verbálisan bántalmazta Antonkát, nem? A verbális a szó. Hát fenyegetett egy 11 éves gyereket. Az nem fenyegetés, hogyha kap egy nyakleves, hogy hazudgál össze-vissza. Ezt egyelőre nem tiltja a törvény, szóval a rossz helyen kapizsgálzott. Jelen pillanatban akkor nagypapája is fenyegeti, ugye? Mivel ön is verbálisan rászólt, mármint érti. Én nem rá, én csak viszont azért nézzük bele, hogy azért az más, hogyha megüt egy 11 éves gyereket, mert neki lehet, hogy csak úgy kifejlődne még egyéb dolgai, és lehet, hogy vehet úgy ütni, hogy belehalak. Köszönjük a követést! Unicef nekem is mondták a szüleim, hogy agyon ütlek, hogy már hello. Csinál, de szeretem. Na, de én nem ütöttem meg a kölköt. Én se. Meg kell mindenki mondani meg bármit lehet. Olyan vádakat hozzon fel mindenki, amit bizonyítani tud, mert másképpen ezt nem tudjuk elfogadni, ezeket a vádakat. Igen, azt a késelési módot egyébként, hogy itt a nyomozó kolléga, az fölvette mindent, jelen... hogy késelifet megkéselt a serepséget. És itt a jogos gyám késelte meg? Nem, a kisgyerek késelte meg két kollégámat. De és erről tudnak valamit felmutatni, hogy tele majd igen, volt a dokumentum, van minden, amit csinált, kihallgatásunk van. És a gyermek ezért megkapta a szankciót? Jelen pillanatban, mivel jelen pillanatban, de mondtam az előbb is, hogy nem kaptunk semmilyen aluli, ezáltal nem büntetendő, illetve aha, semmilyen bírságot nem tudunk kiosztani a fiatalembernek. Elsősorban, a másodszorban de... pedig a erről az előbb olvastam, keresztapja, vagy nem is tudom kicsoda ő, megcsapott egy fehér. Ó, itt volt egy ilyen kiskorúak. És másodjára szökött meg, már rendőrségszer is elszökött. Jaj. Szeretném, hogyha a védence megszólalhatna. Megkérek mindenkit, mint amit már egyszer elmondtam, sőt nem is egyszer, hogy az szólaljon meg, akinek szót adtam. Ezt most megkeresem. Itt volt az előbb, olvastam. Még egy ilyen, és ki lesz maga is küldve. Szóval. Tehát ezek a vádak, amit a rendőr urak felhoztak, ez már magában megengedi azt, hogy Nagy Anton nevelőintézetbe kerüljön. Ezek nagyon súlyos vádak. Amennyiben be tudják a rendőr urak bizonyítani, hogy ezeket a bűncselekményeket Nagy Anton követte el, abban az esetben el fogjuk rendelni Nagy Antonnak a nevelőintézetbe való helyezését. Lehet, hogy itt lesz. Közügyektől való eltiltás, kiutasítás. Sőt, hozzáteszem, hogy Nagy Antonkáiknak, nagypapájának... Foglalkozási eltiltás, pénzbüntetés... Nagy Anton nagypapájától... Közérdekű munka elzárás... Hát ezek egy is volt nálam, illetve egy bolt. Az bent van a sérésségen, kitartó szabadságvesztés. Rajta van azon az újraimat, rajta van a kollégámnak a vére is, azon tudnak mintát is venni a májtősökkal... Legközelebb kinyomtatok egy tíz oldalán egy ést. Rendben, megadom a szót. Rendben, a védencem beszélne. Hallgatjuk. Annyit szeretném mondani, hogy amikor ott voltam a serifségen, amikor bevittek az otya bácsik, ott nem késéltem meg senkit, nekem van a telefonomban videós bizonyíték, csak elő kell keresni, majd nagyon sok a videó. Gyermekkor, az otya bácsi, bementem a WC-be pisikálni, utána jött az otya bácsi, és azt mondta, hogy adj egy pofot, szaladjál ki, én már hátsó ajtó nyitva van. Én, ő mondta, erről van bizonyítékom nekem, jó. Én nem ültem meg senkit, hát és csak itt ki kéne keresni még, itt írja, hogy hányadik paragrafus. Köszönöm, mire vonatkozik. Rendben. És akkor ki kell keresni pluszban? Serőfi kapitányság vezető úr erre, mit mond viszont válaszul? Az valóban így volt, de az ügy, ami az volt, az meg volt beszélve föntiekkel is. Kértem rá engedélyt, és nem valaki tudom. Elbaszta, az amik hozzá a Schofield bács. Schofield bácsi, várjátok? Erre gyors hadd keressek rá. Legközelebb bekészítek mellé még egy gépet. Itt van! És ott van! Hát ez nagyon jó! Fú, mit össze lehetne rakni? Annyira fasz RP-t össze lehetne rakni ebből. Azt a mocskos, bazi sok minden van. Na jó, visszarakom a hangot. Hogy ezt mire véljük? Mind benne van a videó bizonyítékon, bőmúlt a szaladja ki a hátsó kiáratom, itt van az oltó. Ez undorító. Köszönöm szépen a követést! Hello! És ott azt mondta, üssen pofon, és grafikai, pofon ittem igen. És elszaladtam, ő kérte, én megadtam. Szóval, hogy... Arról nincs Antonka, hogy egyedül hallgatnak ki mindig? Arról is van, meg arról is van videós bizonyítékom, hogy szana szétsokolgottak a rendőrbácsik, meg... Igen, mindenről szóval van videós bizonyítékom. Rendben, az ügyvéd úrnak megadom a szót.
Hallottuk már itt, hogy ilyen-olyan bizonyítékok vannak, videós, maybe, illetve van DNS, de nem látunk még semmit. Elnök úr, csak a sötétben tapogatózunk, itt mindenki ígérget, hogy van ilyen és olyan bizonyíték, de nem láttunk semmit. Kérdezem én, tanult kollégám, hogy van-e ennek így értelme? Én először azt mondom, hogy keressük be a bizonyítékokat, állapítsuk meg egy other day, ez egy másik nap, amikor mindenki hozza a bizonyítékot, és akkor van miről beszélni, addig csak vaktoltényjel lövöldözünk a levegőbe, oké? Okay? Rendben, mint, hát ezt már az elején is mint mondtam, tehát egy előkészítő ülés, ahol megvitatjuk ezeket a dolgokat, a bizonyítékokat mindenkinek be kell ezt mutatni, és az alapján fogunk tudni elindulni ezzel a tárgyalással, viszont ugyebár ezek olyan fontos vádak, amik ugyebár meg kell beszélnünk. Most akkor kitérnék erre a DNS tesztre, ezt elő is venném. Még egy pár mondatom, hogyha kapok szót. Megadom. Rendben, tehát... Bíró úr, Antonka felé szeretnék kérdezni pár pontos tényezőt, amivel én nem értek, nem tudok egyet érteni. Abban az esetben, hogy mi rajtunk most is, mint PD állomány tagok, most is itt van rajtunk a GoPro-s felvételi kamera. Mi, amikor beviszünk bárkit, egy állomány tagot, vagy egy polgárt, vagy valakit, aki egyszer büntett attól, megfosztunk minden kommunikációs eszközt, elveszünk minden kamerás felvételi eszközt. Hogyha ez nem is történik meg, de a PD területén belül de egy olyan rendszer van, hogy jelzavaró, gondolom mindenki ismeri ezt. Tehát nem lehet telefonálni a PD területén belül. De most, mert itt a gyanúsított, mert itt már mindenki mutogat mindenkire. Az ilyen suhancok például, vagy akárki ne tudjon egy felvételt csinálni a PD területén belül, vagy ilyen, olyan fajta dolgok. Hát jó, tudom, de most ők meg azt mondták, hogy a sheriffek a GoPro kamerája érvényezték a tárgyalást, de a sheriffek meg nem tudom miért, mert rohadtul a megrendelő. Nekünk. De csak is nekünk, és csak hivatalosan is a igen, gyanúsított. Van de hát ha nem mondja az elnök, vagy a bíró, vagy jelen. Mi ez, bíró, és hogy videó felvétel. Ez van, akkor én nem szólok rögzíteni. Bele. Más senkinek nincs ilyen lehetősége. Tehát ez ugyanígy van a sheriffségnél is. Szeretném azt a videó felvételt látni, ahol a PD területén belül ez egy civil, akárki, aki felvette, én ezt a videót szeretném látni, jogi. Hogy ez mégis megtörtént. Szóval ehhez hozzászólnék, hogy igen, na. Tehát hogyha minden ruházatát vizsgálás és minden ilyen eszközt elveszünk köszönöm tőle, akkor mégis hogyan készült videófelvétel, ez érdekelne minket. Rendben, ezt megkérem majd, hogy ezt a vizítékot, ha létezik, ugyebár ezt is befogjuk, bekérem, hogy ezt is tanulmányozhassuk. Igen, ez létezik. Rendben, bárki szeretne még hozzászólni, vagy akkor rátérhetünk erre a DNS tesztre. Igen, megadom a szót. Miért okozom, ez jelzavaros, ez egy ilyen katyvasz, érti? Ez nem állja meg a helyét. Ez ezt nem értem. Valószínűleg elromlott a jelzavarójuk a rendőröknek, érti, hogy mit mondok most, ez na. Bazi sok minden. Azért a nagy lábos előtt. Ez is rágalom. Ja, azért. Nem szólok, de megnézem, hogy erre van-e valami rendben. Esetleg, hogyha gyanúsított. Utána fogunk járni, akkor... Hogy tudom megvédeni jogi nyelven. Rátérnék erre a DNS mintára, mivel számtalan hibát véletem benne felfedezni. Na, helyes. Tehát felolvasnám akkor ezt a papírt. Nagy Antonka hátsó részénél találtunk egy feltűhetően pénisz szőrzetet. Szőrzet kisebb darabot. Tehát mindegy. Olvasom tovább. Ennek megfelelően DNS mintát vettem, majd a rendszerben pontosan megegyezett a DNS minta a Dr. Székely Szilárd DNS mintájával. A vizsgálatot több különböző orvos is megállapította. Tiltakozom, bíró úr, a rendvédelmi szerveknek nem kötelességük DNS-t adni, amikor az állományhoz csatlakoznak. Honnan gondolják azt, hogy a védencem adott DNS mintát, hiszen ő ezt egy szóval nem mondta? Elnézést. Nem is adtam. Egy pillanat. Tehát ha a Dr. Székely Szilárdnak nincs DNS mintája, akkor mihez hasonlították? Először beszeretném fejezni. Nagy Antonkának pszichológiai kezelésre van szükséges, mivel szegény megerőszakolták. Illetve Antonnak emiatt szokott vérezni a hátsója. Tehát meg szeretném kérdezni, aki kiállított ezt a papírt.
Tehát ebben milyen szaknyelvet vélünk felfedezni a tegezéseken, illetve én ezből azt vettem le, hogy én szerintem lehet, ez egy persze, hamisított hát... papír, mivel ebben semmiféle szaknyelvezet hát... nincsen. Ezt ki nem és... olvasom, hogy... Tehát ezt nem hiszem, hogy ezt egy kórházigazgató így állította de ki. De amúgy DNS mintát szerintem nem szoktak venni, ezt igazságügyi szakértőt fogunk bevonni ez ügyben, nem. Mert ez a papír ez nem állja meg a helyét a bíróságon. Szóval ezt a vádat ejtjük a mai tárgyalásra. Hát gyere, lehetsz a... ezt majd más bizonyítékokkal fogjuk alátámasztani, hogyha ez ténylegesen megtörtént. És akkor vádak miatt Dr. Székely Szilárdot megkérjük majd, hogy DNS mintát adjon, hogy teljes mértékben ezt a vádat ejthessük, és bebizonyosodjon 100%-osan, hogy ilyen nem történt meg. És akkor ez a vád is meg lesz. Elnézést, Piro úr. Már ahogy kijelentette ezt a mondatot, már elfogultan, hogy megjelentjük, hogy ez nem így történt. Tehát egy független orvos fogja megnézni, remélem a DNS, nem az önök embere, nem a mi embereink, mert most már mondatban benne volt, hogy... Jó, találtam. Merci, találtam. Gyanúsítottak, meg tudom védeni. Tehát elfogultságban kérünk új ügyvédet a tárgyalásra is. Megközött, mert elfogultságot élek felfedezni. Mivel itt valószínűleg ismerheti a jogász urat. És? Na. Szerintem az, hogy érti, na, azt nem érti. Makott ki magyarul, hogy mit akarsz mondani, szó, ez nem barkópa. Szerintem bízlik, és magát ismerik. Megkenték a bírónkat, én azt gyanítom. Nem azt mondtam, magad? Hogy én fogom kivizsgálni, hanem mondtam, hogy igazságügyi szakértőt fogom. Ez viszont rágalmazás, bíró úr, amit a büntető törvénykönyv paragrafusai alapján szintén bíróság elé lehet vinni, hogy önt rágalmazza egy ilyen judgment, szó. Megtesszük a lépéseket, tehát önök kérvény nyújthatnak hát, be, amíg gyanúsított, hogyha új bírót szeretnének, addig de nem igen. Elfogultsággal vádolni meg a bírót, mivel ez mi mondta az ügyvéd úr, ez nem helyén való. És amíg gyanúsított, addig nem vádlott. Vádlott csak akkor lesz, hogyha az ügyész... Elnézést, tisztelt bíró úr, lehet egyetlen egy kérdésem? Igen, megadom a szót. Vádemelést tesz. Az előbbiekben tetszett említeni azt, hogy csak mondom, a papírt hamisítványnak véli. Megyek a jogra. Az egyetlen kérdésem az lenne, hogy Antonka pártját fogva, hogy akkor jelenleg a rendőrség egyik alkalmazottja milyen jogalapon ülít úgy, mint ügyvéd, hogyha még csak bizonyítani sem tudja, hogy ő az. Antonkának viszont bizonyítottan is ügyvédi papírra rendelkezik, amelyet az előző elnökünk állított ki, tehát így az egész konkrétan így nem értem, hogy így hogyan történt. Ami az új elnökkel lejárt. Köszönöm szépen, uram, hogy tisztességet adott arra, hogy befejezem a mondandómat. Tehát így ez lenne a felvetőleges azt kérdésem, a mocskos, hogy akkor az itt a rendőrséget... Amúgy nekem is volt egy év, képzeld. ...bármilyen ügyvéd is az Antonkával ellen. Nem, hogy volt az egyetemen fél év. Fél év volt, jog. Kellett jogot tanulni. Milyen a kinfon? Meg közgesz. Igen, mint az elején is ezt említettem, megkértem az ügyvéd urat, mind a kettő ügyvéd urat megkértem a hiánypótlásra, mivel az úrnak a papírja, ugyebár már érvénytelen, mivel az elnök úr az már le lett váltva. Ezért is kértem meg mind a kettő ügyvéd urat, hogy a hiányt pótolják, és akkor minden tisztázva lesz. Elnézést, ügyvéd úr, a magam védelmében szólnék itt a mókuskához, hogy kedves hölgyem, én éppen egy bevetésről, akcióról jöttem, ezért nincs nálam az paper, ezt elmondtam. A másik viszont, hogy töviről hegyire, előről, hátulról, erről ki betéve tudom az összes paragrafust, mint azt az előbb is hallották. Szóval, hogyha nem ügyvéd lennék, hanem nem tudom, mit gondol ön, hogy én mi vagyok, pék esetleg, akkor honnan a pék szából tudnék ilyeneket? Köszönöm. Én azért utána néznék a paragrafot. Válaszolhatok a bíró úr, én csak itt egy olyan kérdésem lenne, hogy... Szeretném, ha válaszolna a hölgy, bíró úr, elnézést. A hölgynek megadom viszont válaszra a lehetőséget. Jó, hát akkor mélyen tisztelt és szakképzett uram, aki ugye ügyvéd és rendőr egyben, hogyha ön jelenleg egy akcióra jött, és így is fél órával elhalasztotta a kezdést itt a tárgyalással, akkor gondolom maradt volna a maradék 3-4 perce, vagy esetleg digitális bizonyítéka arról, hogy ön egyáltalán ügyvéd, illetve legalább itt a Antonka ügyvédjének papírja is van arról, hogy valójában ő tehát szakképesítve lett, és országosan elfogadott ügyvédként dolgozhat. Ez természetes, hogy ez lejárt, vagy hát érvényét vesztette, viszont
a másik úr, aki a rendőrséget képviseli, még csak egy apró betűt sem láthatunk arról, hogy valaha birtokában volt-e egyáltalán ilyen okmánynak. Elnézést, kedves bíró úr, hadd reagáljak a hölgyre, legyen szíves. Leborulok a kolléga országos elismertsége előtt, of course. Nagyon örülök neki, hogy ilyen derék elismert kollégák vannak a városban. Ez az egyik. A másik, hogy amikor azt mondtam, hogy egy bevetésről jöttem, ezt értse szó szerint. Tehát éppen csak úgy dobtak ki a kocsiból. Én ha innen elmegyek, akkor megyek és védem önt, Antonkát és mindenki mást. Én nem érek rá mindenféle papírért rohangálni. De tudja mit? Szánnék önre egy 5 percet, ha lenne kedve kávézni velem, és megmutatnám az összes papíromat, amit csak szeretné, sőt, ahogy mondtam, még digitális formában is tudok önnek képeket mutogatni, hogyha erre lenne kedve esetleg. Köszönöm, de visszautasítanám az ajánlatát. Gondoltam, a célegyenesben mindenki elvérzik. Látja, bíró úr, mindig csak akkor van nagy száj, amikor még nincsenek tettek, amikor rá kéne lépni arra a mezőre, ahol a tettek is vannak, az a tettek mezője, akkor már rögtön nincs idő, nem érek rá, Igen, mert... Látom, mint az úr jelentkezik, megadom neki a szót. Megint csak arra, igen... Bejelentést tettek a serifek, és akkor mi is, meg minden kis katyhoz. Ugye hallottuk a rendőröktől, hogy független orvosi véleményt kértünk. Nekünk itt az ügyvéd úr az nem is tudom, hogy került be, valószínűleg kirendeltek egyet. És itt nekik meg a saját ügyvédjük, tehát hogy mondjam, a kollégájában félig a jogász, tehát félig rendőr, félig jogász, félig ügyvéd. Tehát ez így... Nekik is nem kértje a törvény. Semmiféle összeférhetetlenség nincsen az ügyben. Azt akartam mondani, hát... Miért ne lehetne saját ügyvédje valakinek igazából? Hát nem értem az összefüggést jelenleg. Én nem vagyok érintett az ügyben. Összeférhetetlenség akkor lenne, hogyha én is érintett lennék. Viszont kvázi kívülálló vagyok. A civil foglalkozásunk, az, hogy minden kettő rendőrök vagyunk, jelenleg nem képzi tárgyát az ügynek. Rendben, alelnök úr mit szeretne hozzáfűzni? Én annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy én azt értem, hogy itt beszél itt a rendőrségtől, itt a ügyvédre, mindenféle papíroktól, de tudtam a városban az elnök adhat engedélyt. Hol vannak a papírok egyébként? Segítsetek meg. Mondta, hogy neki minden papírja megvan ott van. Én itt vagyok már itt a városban. Melyiket tudom elhozni az iratokat, srácok? Segítsetek meg egy kicsit. Óta, és én nem emlékszem, hogy mondta, hogy az az úriember, aki ott van. Hát jó, de hol vannak a dokumentumok? Állítólagos ügyvéd, járt volna bent itt az önkormányzatban, és kér volna ilyen papírt. És én ezt, ezt teljesen nem értem. És szerintem annak az ügyvédnek nincs is papírja. Ennyit akartam mondani, hogy ennyi igazából. Rendben, rendőr úrnak megadom a szót. Köszönöm szépen, tehát bíró úr. Azt miért írtam be, hogy per? Édes Istenem. Harcba keveredtünk itten, hogy a két ügyvéd kezdte szidalmazni egymást. És én látszati, vagy hallatszati alapjaim alapján most itt... Volt nekem ügyvédi papírom, mert állított ki a Bálint. Jóformán a kollégámat. Csak az nem most és egyben az ügyvédünket. Most is úgy hallom, még utolsó percekig is, hogy a mi ügyvédünk, azaz a képviselőnk, egy nem túl szépen szeretnék fogalmazni, egy picit jobban vágja a dolgokat, hogyha gondolják, mire értek, mind az Antonkának az ügyvédje. Jogi slang, so... Őt is lefizették, biztos. De, mint az orvost, igen. Fizették le a... Mint az orvost. Még valamit szeretnék, hogyha lehetséges. Visszatérve a DNS vizsgálatokra, hogyha már itt tartunk, hogy igenis, mert... Mi nem vagyunk kötelesek DNS vizsgálatot adni, mihez itt belépünk az állományba. És hogyha valami hülyeséget csinálunk, és szeretnének több DNS vizsgálatot kérni, akkor jó, örülök neki. Akkor erre mi úgy vagyunk jogos kötelességek, hogy mi saját magunknak elmegyünk, csináltatunk DNS-t, annak van egy kódja. Hogyha el kell menjünk így bíróságra, akkor mi hozzuk ezt a kódot, hivatalos papírokat,
hozza a feltehetően Antonka a kódot hivatalos papírjaival, és itt hasonlítjuk össze azokat a DNS vizsgálatokat, hogy hasonlók-e vagy sem. Tehát nem úgy van, hogy egy orvos állítja ki a két DNS-t, hanem ez külön-külön van, és bíróságon döntődik el. Ezt amúgy lenne kedved erbézni, Merci? Ja, nem ismeri, hogy mikor beléptek amerikai törvénykönyv szerint 4. paragrafus 12. bekezdés alapján minden rendvédelmi személy rendvédelmi belépéskor leadja a DNS-ét, hogyha esetleg valami olyan ügyből kifolyólag régi ügyekben is lehet látni ilyen dokumentumfilmben, hogy az összes rendőrnek a ilyen DNS-e le van adva, hogyha esetleg rájuk kerül a gyanú, ott egyből az adatbázisból ki lehet szűrni, hogy nem ők voltak a gyilkosok, vagy nem milyen dokumentumfilmre gondolsz, Dr. Bubu? A Star Wars-ról beszélsz, vagy miről? Itt közben szólnék, hogy itt a szerint tessék megnézni ügyvéd úr, ha ilyen profilok tetszik. Itt a bavorukból, nem tudom. Megkérdezik nekét, hogy nyugodjon meg. Lehet egy kérdésem, elnök, vagy bíró úr, egy kérdésem, egy kérdés. És lehet? Persze. Gyanúsított Dr. Székely úr, vagy nem? Jelen állás szerint bizíték hiányában még nem. Köszönöm szépen. Most a papír a kezébe. Akkor most miről van a tárgyalás? Hát ezt nem értem én sem. Mert elő vagyunk készülve teljesen, szóval... Az meg ami ott van az a bíró úrnál papír, arra meg mondta, hogy... nem tudja megállapítani, hello, hogy Milan. Esetleg hamisítvány vagy eredeti. Itt a Putyin. Megint a Rucki. Jött kiketni a gázgeci. És ameddig nem látunk bizonyítékokat, addig ezek csak vádaskodások. Igen, mint az elején is ezt már megbeszéltük, hogy most ez azért van, ez az előkészítő gyűlés, hogy mindenkinek legyen ideje ezeket a bizonyítékokat beszerezni, és ezt benyújtani a bíróság felé, hogy a következő tárgyaláson már csak meg kelljen beszélni ezeket a dolgokat. Most az ügyvéd úr már elég régóta jelentkezik, úgyhogy megadom neki a szót, mondja el, mit szeretne. Én csak a papírokra szeretnék visszatérni, hogy... hogy ezek a mulasztások, szeretnék majd egy minisztériumi személyt, hogy kivizsgálja a rendőrségi állományt, hogy mulasztások véget, papírokat bekérni. Hogyha ez egy előkészítő ülés, akkor milyen papír, akkor nem kellenek papírok? Ez nem egy hivatalos eljárás most. Hát nem is értem, akkor mi vagyunk fennakadva, hát ez egy előkészítő ülés. Elnézést, ügyvéd úr, meg szeretném kérni, hogy hallgassuk végig a másikat. De hova járt a kolléga? DSZ-be? Ott tanulta a jogot, szó? Én nem a kukásoktól érkeztem be fél órával később, uram, ne haragudjon. Én itt voltam időben, legalább mikor hívtak. Jézus, volt olyan, aki téged hívott? Legyen kivizsgálva ez az ügy a rendőrség által, szeretném, hogyha... az adott személyek felelősségre lennének vonva, akik a 11 éves kisgyerekeket kihallgatják, nem dokumentálnak, a börtönbe önkényesen szállítanak elnöki vagy akár bírói végzés nélkül önkényesen. Tehát ez egy, nem egy non-profit cég, hogy ott a rendőr döntsön. Ők végzik a munkát, amit az önkormányzat kiad, ők feladatot látnak el. Ha ezt nem tudják betartani, akkor kérem az állomány lecserélését, a vezetőség lecserélését. A rendőrség állami cég, nem önkormányzati ellenzést. Állami cég, ahogy mondja, így van. Állami cég, és ennek az államnak az önkormányzatához tartozik a városban. Ügyvéd úr. Tehát ez, amit maga is mondott, ez mint minden második bizíték nélkül. Nem azért tudom, mondom, kérjük be a papírokat, ezért kértem, de... nincs nekik papírjuk, uram. Természetesen, de tehát értik, bizíték nélkül. Ez ugyanúgy egy kis szedetvezett hazugságnak is lehet venni. Akinek nincsen, tehát megkértem mindenkit, hogy olyan vádakat hozzanak fel, amire bizonyíték van. Elnök úr, kérvényeztem csak a kivizsgálását. Az elnök az meg fog gondoskodni fog majd, így van. Amennyiben tévednek, egy nagyobb pénzbírság vagy a vezetőség leváltását szeretném kérvényezni. Mulasztás miatt. Amennyiben meg az úr nem valós a tárgyalás, ő neki meg a jogát elvenni. Tehát ilyen nincs, hogy egy rendőr irányítja a várost, és önkényesen szállítja a rabokat befele, ugyanélkül, hogy valaki tudná ezt. Erről papírt kell kiállítani, hogyha valakit börtönbe szállítanak, kíváncsi vagyok, hogy mennyi akta található majd a rabokról és a rabosításról. Köszönöm, ennyit szerettem volna. Magának ahhoz semmi köze. Bíró úr, így van, sajnos azt kell mondjam, hogy egy ügyvédnek nincs köze ahhoz, hogy a rendőrség itt, és mikor és hogyan szállít el ezt, csak hogyha panasszal élnek, a védencé érdekében kérheti ki az adott ügyre vonatkozó paperöket, és azt is, csak bírósági eljárás keretein belül, de ez biztosan tudja a kolléga is, csak félrebeszélt az előbb, ugye?
érvényeztem az ügyelindítását, nem azt, nem, hogy most... Rendben, rendben, erről gondoskodni fogunk. Köszönöm. Természetesen. Rendőr úrnak megadom a szót. Itt reflektálva arra, hogy nincs semmilyen dokumentumunk az adatbázisban erről a bevitelekről és kihallgatásokról, ezt tiltakozom, ugyanis dokumentálva van, és erről bizonyítékot is tudunk majd szolgáltatni. A börtönbe hurcolásról szeretném kérni, hogy beviszik a rabot, leírják név szerint hány hónap, stb. Arról biztos, hogy mit kéne csinálni a rabokkal? Nem azzal kezdte. Elvinni a McDonald's-be? So, vagy mit szeretne az ügyvédő? Megkérjük mindenkit. Mi köze van az ügyhöz egyébként? Kicsit feszültek lettünk, úgy látom. A papírok uram, maguk védekeznek, és maguk mulasztottak. Nem találta az Antonkáról semmilyen információ, dokumentum. És ön honnan tudja? Nem védekezünk, az előbb volt róla szó, hogy nincs miért védekezni, hiszen nincsen gyanúsított. Bíró úr, akkor most már tegyük tisztába ezt az egészet, hogy van gyanúsított, ami miatt védekezni kell, vagy nincs. Hogyha nincs, akkor hagyjuk ezt az egészet, és felkészülve érkezünk ide egy másik nap. Ha van, akkor meg álljunk bele rendesen, felhúzom a kedvenc makos cipőmet, és akkor mehet itt a jogi adok-kapok. Egyelőre azt szeretném leszögezni, hogy aki innentől kezdve úgy megszólal, hogy nem jelezte, hogy szót kér, tehát készfeltétellel ugyebár jelezzék, aki szót kér, aki nem így tesz, és belevág a másik mondandójában, azt a testőrök ki fogják amúgy kísérni. Merci, az előbb kérdeztem, hogy nem lehet, hogy válaszoltál, szóval, hogy amúgy mennél, hogy jönnél RP-zni? Itt a rendőr úr jelentkezett, csak kérdezem. Megadom a szót. Itt reflektálva szerettem arra, hogy járni. Mondták azt, hogy nincs dokumentumunk, és hogy ezt hova? Azért mondja hogy itt a... általános? Gimnázium, elnök egyetem? Úr, mert hogy az Antonka ezt mert mondta. Mert külön sztori. Tehát továbbra is egy 11 éves gyerek szavára csak úgy adnak és alapozva hisznek. Mi alá tudjuk támasztani bizonyítékokkal, hogy már pedig van dokumentálva róla. És az nagyszüleire a bizonyíték. Rendben. Sheriff úrnak megadom a szót. Jó, én csak annyit szeretnék, hogy ezt a tárgyalást elhalasszuk, akkor én szeretném öntől kévényezni, hogy addig az ügy le nem zárul, Antonkát egy rendőr mellé kiadni, hogy felügyelje, vagy elzáratni addig még a bíróság nem. Tartakozom. Van egy 11 éves, és a szülői nem tudják nevelni rendesen. Így van, így van. Tiltakozom. Ügyvédőnek megadom a szót. Testőröket megkérném, hogy akik most bejöttek, őket nézzék meg. És van, annyit szeretnék érvényezni, hogy erre reflektálnék viszont a kalapos úrnak. Nem a kisgyerek mondta, hanem a Bucsa Márton mondta, és ő mondta a saját szavával, hogy nem található dokumentáció. De ezt engedjük el, ezt a témát, úgyis be lesznek kérve a korábbi dokumentumok, és megnézzük, hogy mi van a gyerekről. Az, hogy a nagyszüleiről mi van, akkor miért nem a nagyszülei vannak meggyanúsítva, és miért nem őróluk beszélünk? Miért nincsenek itt a nagyszülei? Itt van, alapban. Bobo, szerinted én ki hát ez csak az egyik. Hát, hogyha be akarnak. Bobo, rúgva ő is. Tudom, mit beszél. Elnézést, a kiskölyök orosz? Magyar. Ezzel a névvel? Nagy Anton. Nagy Anton. Hé, nem tudom, mit kunyog az őzés serif, csak kunyog folyamat. Mindenkinek mi sinnyek kell. Elnézést, a kalapos zsidót, hogy hívják szó? Uram, ez nem megengedett egy tárgyalás, ez a szóhasználat. Most mindenkit megkérnék, hogy hallgasson el. Ezeket a rágalmazásokat fölé nem bíró. Ez nem rágalmazás, ez egy kérdés volt? Nem, ez szóval. Technikai megkülönböztetés. Ez pontosan az volt. General, hogy nem mutatkoztam be, bocsánat. Csend legyen, bíró úr beszél. Uraim, most csendet kérek. A fehér pólós úrot jelentkezik, megkérém, hogy ugye mi szeretne. Az előző úrra szeretnék visszatérni arra, hogy egy 11 évesnek a szavára adnak. Na akkor kérdem én, hogy engem többszörű rágalmazással nyomott, hogy ezt csinálok, azt csinálok. És a rendőrök így csettintésre ugrottak. Utána folyamatosan rám voltak szállva a rendőrök. Mit akkor én? Most miről beszélünk, hogy egy 11 éves szavára adnak? Kérdem én. A rendőr úr? Elnézést, doktor, hogy tetszik én egy picit. Egyetlen egy kérdést tennék föl. Meg egy kérdést. Ha valóban eljutunk oda, hogy egy normális bírósági tárgyalást hallhatunk, akkor kérvényezném az átkörű meghallgatást. Mert az, no sense, hagyj kérdeznem már meg, hogy egyébként random emberek jönnek be,
golyóállóval, meg olyas fajta felszereléssel, ami egyébként nem is értem, hogy egy ilyen épületbe hogy jöhetnek be elsősorban. És olyan emberek szólalnak meg, akinek semmilyen köze nincs, és nem is tud az ügyről. Úgyhogy ez felháborít, hogy egyébként ilyet engedélyezik bárki is ebben az épületben. Igen, ennek helyt tudok. Mivel ez egy előkészítő gyűlés, ez még egy úgymond nyílt körű előkészítő gyűlés. A tárgyalásra elrendelem, hogy zárt körű tárgyalás lesz. Csak az érintetteket várjuk a tárgyalásra. Majd ezt megtárgyaljuk, jó? Jelen lesznek a testőrök, és csak azokat az embereket engedik be, akik az ügyhöz tartoznak. Ja, tudom, Martin, oké, nem kösz, lesznek ilyen problémák. Bocs, kösz, megvan. Köszi, bocsi, köszi. Rendőr úr. Csak annyit szeretnék, hogy visszatérve itt a főkapitány úr mondatára, hát... telefonon akartam elővenni. Kérdés, a választ nem adta maga a főkapitány még mindig. Most én beszélek, nem rosszból. Hogy itt önök vannak, azt mondja 2, 4, 6, 8, 10, 11, körülbelül 12. Remélem tudok számolni. Antonka részéről. Szeretnénk, hogy egy olyan igazolványt, hogy mind Antonkához tartoznak, mind nagy vezetéknével rendelkező. Uram, előbb mondták, hogy egy nyílt tárgyalás, ide bárki bejöhet, miről beszél? Most jelen pillanatban igen még. Nem is értem, miről beszél tárgyalás, az. De aki tényleg nem tud az ügyről se, olyanok szólalnak meg, hogy semmi közük nem volt az ügyhöz, és... Uram, bocsánat, ez egy nyílt tárgyalás, most hogyha én kimegyek egy mamut kiállításra a muzeumban, nekem sem mondom, hogy a kollégának, mert én nem hallottam, szó. Kérem, tessék. Rendben, az ügyvéd úr miért beszél, ott nem kapott szót. Mi vagy mert te, hogy utánozni tudsz? Most minden... Most... Ó, az degradálás. Az én vagyok. Az igen. Következőnek kivérték nyolta. Mindenki hallgasson el. Attól függően, hogy maga az ügyvéd, önt is kivezethetjük, az, és akkor másik ügyvédet fog kapni a vádlott. Mindegy, én csak annyit szerettem volna, hogy... Értem én, hogy nyílt tárgyalás, de olyanok de szólnak bele, akinek semmi köze semmi. Rendben. Köszönöm a szót. Elnézést, magának például mi köze van az egészhez? Így van. Elnézést, maga kicsoda és mit keres? Uram, megkérem, hogy a kalapos urat vezessék ki, senki nem adott neki szót. Ennek ellenére így is beleszól a tárgyalásba. Megvagy. Boldog születésnapot csütörtökön. Kapta halt. Kapta halt. Kapta ideje volt. Hát igen. Rendben, a rendőr urat kérdezem. Az egy jó volt a babasz, vagy? Értesültem és láttam egy olyan dolgot, hogy hirdettek olyat ki, hogy Dr. Székely Szilárd úr megerőszakolta Antonkát. Egy ilyen Twitter kiírást láttam, ami a Szilárd úrnak a jogait megsérti. Az a másik. Ez mikor történt? Ez a mai nap, még a tárgyalás előtt. Elnézést. Amit a publikus parkoló előtt tisztán hallottam, hogy vagy Antonka írta ki, vagy mondan... valamelyik családtagja. Igaz, de nekünk megvan, Mercia, téd, azt mondtam már, hogy végre elhozta egyszer a Dani? Sőt, mi hozzáfőznék, hogy Antonka még kiabálta is a főgarázs előtt, hogy őt megerőszakolták, vigyázzatok a rendőrökkel. Úgyhogy szerintem ez nem oda való, meg nem az egész városnak kéne tudnia. Természetesen, tehát ez, nem, ez senkire nem tartozik, csak a rész, csak a vádlottra. Teljes mértékben ez rágalmas. Szóval van egy matulás, amelyben erről ténylegesen van felvétel, úgy látom minden rendőrnek van testkamerája a mellényén. Remélem ezekről mindenről és megvan. És van egy Nazdan is, ami nem Nazdan is, hanem Merc is. Te rendőr úr, aki mondta ezt a Twitteres ezt is kiamályosítja. Nem tudom, erről van-e bármiféle bizonyítéka. Amúgy van Nazdan is, múltkor itt volt egy 100 darab, csak elosztogattam a faluba a gyerekeknek körülbelül. Az ügyvéd urak Dani hagyott direkt itt, és én csak annyit szeretnék mondani, hogy ennek a Twitternek ugyanúgy akkor miközben van ehhez az egész, az ahogyan az előbb az úr mondta. A másik pedig akkor szeretném a tárgyalás elhalasztását egy korábbi időpontból lennem kell. A Daninak, meg a téglának is aláírása, de ez a szar kihomályosítja. Szóval is van az Dani is. Fejlulás, hogy egyet meghallgatjuk. Aláírásom
az előbbiekben azt említette, hogy bizonyítékot szeretne a Székely Szilárd urat illető... Székely Szilárdos is van. ...nak az Doktor ellenzékére. Na most akkor kérdezem én, hogy a rendőrséget képviselő ügyvéd miért használhat etnikai megkülönböztető szavakat Megette? A... Hát jelenleg ugye... Szóval igen, sőt, igen, tényleg, amit én írtam nála, így van, megvan. ...intelligenciai tudását... Nem, itt van, el van, nekem el vannak ezek téve. ...és minősítheti őt. Tehát úgy élem, lesz, hogy lesz. Ebben az esetben semmilyen bizonyíték... Lesz, trafik egyszer lesz, hogyha híres videósok leszünk. Nem streamerek, videósok, akkor lesz. Dedikálok hát, de addig minek magamnak kirogassuk? Amennyiben, amennyiben... Várjátok, mert nem látom a csetet. Hogy... Hármiféle jogi lépés, abban az esetben lesz, hogy is ki fogjuk vizsgálni. A lényeg megvan, Merci. Ameddig az illető ezzel szemben nem tesz lépéseket, de szemét vagy búcsú. Lehet egyszer sokat fog érni matula dedikálókártya. Nekem is van, azon is, meg matulás is. Én egy TFK-s is. Igen. Olyat kérek, amit TFK. Szeretnénk kérelmezni azért Nazdan is az enyém, mert... Az... Hogy addig a kis az lett volna furcsa, hogyha a matul is nozzon is, másokos cegléden készül. Azt tudom, tudom, emlékszem. Azt így van, nem, én nem voltam ott, tehát nem emlékszem, de tudom a sztorit nagyjából. Rendben, ezt... Valamit a rendvédelemmel csinálni. Amúgy lehet egyszerű, digitálisan aláírom és kiküldöm mielőbb mindenkinek. Vizsgálhassák, és addig kérem azt, hogy intézetben legyen felügyelet alatt, és vizsgálgassák ki egész minden nap, meg gyógyszerezzék, ha nem beszámítható állapotban van. Bíró úr, én szeretnék egy szót kérni. Igen, megadom a szót. Nos, pont itt azért beszélve, hogy ugye még nincsenek kézzel fogható bizonyítékok a vádok alól, akkor annyiban az Antonka szabad lábon mozoghat és semmilyen elzárással. De van kézzel fogható bizonyíték. Láttuk már? Nem magának kell látni, hanem az ügyintézőnek. Amúgy és az tény, hogy leszúrta a rendőrt, vagy a sheriffet. Jó, hát erről még mindig nem láttunk mi se egy bizonyítékot. Nem magának kell látnia, továbbá is. Köszönöm, hogy rendben. Végig hallgat, kiadott magának szót. Nem maga. Rendben, elrendelem Nagy Antonnak a 24 órás felügyeletét. Rendőrség, majd ezt egyeztetünk a rendőrfőnök úrra, mi a taps sem ott? Ki fogja ezt ellátni. Segítsetek már, biztos, hogy szuper. Tehát... Köszönjük szépen. Miért te magad? Ügyvéd úr! Megadom a szót az ügyvéd úr. De én nem kértem szó, ügyvéd, nem kértem szó. Szeretném kérvényezni a sértettemnek a következő tárgyalásig a nyomkövetőt a lábára, és így szabadlábon az emberi jogok miatt elengedni, vagy különben mind a kettő sértett per vádlottat addig elzárni. Tehát akkor a dr. Székely Szilárdnak is. Elnézést, bíró úr, akkor hadd szóljak egyet, mert itt a kolléga fogalomzavarban van, oké? Okay? Na, szó. So. Azt mondta, hogy vádlott. Yes? Na. Azt mondja, mit jelent az, ha valaki gyanúsított? Ezzel a fogalommal nincs tisztában a kolléga. Gyanúsított csak akkor lehet valaki, és ellene büntető eljárás csak is akkor indítható, amennyiben bűncselekmény gyanúja el fenn, és az alapos okkal feltételezheti azt a hatóság, hogy az adott személynek köze van a feljelentésre látótérbe került bűncselekmény elkövetéséhez. A terhelt csak a nyomozó hatóság által lefolytatott nyomozati szak során gyanúsított, amelyben az ügyész emel vádlat, ekkor lesz vádlott. So, mivel itt az ügyész nem emelt vádat, ezért jelen állapotban a jog szerint nincs vád. Nincs vádlott. Ezért ennek a beszélgetésnek itt nincs értelme. És megkérem az ügyvéd kollégát, a mélyen tisztelt, nagyra becsült, nemzetközileg is elismert, of course, ahogy itt a hölgy is mondta, kollégát, aki a jognak igazán jó tudója, csak ma egy kicsit a feledékeny énét hozta el magával, ezért hebeg-habog itt arról, hogy van vádlott, hiszen mondom még egyszer, az ügyészség nem emelt vádat, hogy felejtsél ezt a butaságot, amit a fejébe vett, szó, hagyja békén dr. Székely Szilárdot, mindenki szedje össze a bizonyítékokat, és akkor térjünk rá egy olyan nap erre az egészre, amikor a kolléga is felkészült ebbe egy fokkal, egy picit jobban utána néz a jognak, oké? Okay? És akkor talán tudunk folytatni egy értelmes párharcot, vitát, mert ennek így nincs értelme, hiszen úgy jött el ma iskolába, mint ahogy itt páran egyeseket témazáró előtt, hogy elfelejtették elővenni a könyvecskéjüket előtte, oké? Okay? Köszönöm a szót!
ügyvéd úr szeretne valamit hozzáfűzni? Nem szeretnék, sértegesen csak burkoltan, ez őt minősíti. Tehát fél órát kellett őre várni, megérkezett véresen, lerobbanva, lepukkanva. Hogy ne lenne, van. Papírja, na, tehát szóval, itt lehet itt játszani itt a nagyot, úgy gondolom, hogy felesleges ez az egész. Lehet itt begyakorolt szövegeket, paragrafusokat, stb. Felsorolni. Szót felesleges. És szeretném akkor a védrendszernek, hogy el tudnám mondani, amit szeretném már. Ez az volt, mikor ott van valahol. Megvan a videós bizonyíték, bácsi, a telefonomot kikerestem közben, ahol az otya bácsi mondja nekem a WC-be, szaladjak ki a hátsó ajtón, meg tudom mutatni. De az a sokra nem mész, hogy megölték két rendőrt. Nem öltem meg egy rendőrt se, bizonyíték. Kiengedte meg, hogy szóljon, nem szólták az előre. Most mi szó bele? Senki nem adott magának egy szót. A védrendszernek szeretnék szót. Megvan a videó. Rendben, ezt a tárgyaláson fogjuk megnézni, mindannyian. Pázzak a sheriffet, nem küldik. Mondom, hogy mint mondtam, ez egy előkészítő ülés, amit hamarosan le is fogok zárni. Meghallgattuk mindenkinek a vádakat, mindenkitől. Aki szeretett volna panaszra élni, az megtehette. Nem tudom, valaki szeretne még bármivel is hozzászólni? Én annyival szeretnék hozzászólni, hogy ki szeretnék állni itt a alkalmazottam mellett, hogy én nem szeretném, hogy bármilyen sértegetés kapja még egyszer a másik ügyvéd úrtól, és nem szeretnék semmilyen sértegetés hallani, mert akkor még a papírok elvételében is gondolkozhatunk. Egyik oldalról se szeretnék. Rendben. Rendőr úr, mi szeretnék hozzáfűzni? Kérek. Rendben, köszönöm a szót. Annyi, hogy visszatérve az ügyvéd úr mondatára, hogy nyugodtan csak sértegesse a... Mármint, hogy a mi ügyvédünk sértegeti őt. És jön-e vasztálsz? Jogalapon szerintem ennyi belefér, mert maga mondja, hogy maga nagyon... Ennyi sem fér bele. Maga mondja... Most kiadott magának szót. Maga mondja, hogy magának nagyon hivatalos papírjai vannak minden, és... Minden le van járva, nagyon... Nagyon... Még egyet sem mutattak. Kérem az urat is vezessék ki. Te a rendőrök közbeszólhatnak közben, mi beszélünk, ugye? Ők nem kísérjük ki. Már négy rendőr közbeszólt az ott, és csak erről az oldalról lett kivéve állampolgár. Így van. Köszönöm. Szóval szeretném indítványozni, hogy akkor akik rendőrök részéről is közbeszóltak, vigyék ki őket. Most akkor kit vigyünk? Elmondanám, hogy most jelen pillanatban én állok itt, abban a pozícióban, hogy én meghozhatom azt a döntést, hogy kiküldök valakit. Ön egy ötletet adhat, hogy küldjünk ki valakit. Én azt mondtam, hogy kísérjék ki azt az urat, aki éppen most beleszólt ezekbe a dolgokba, úgyhogy senki nem kérdezte meg, hogy most milyen papírja van kinek. Úgyhogy megkérdezem a testőrökat, aki ott ül az első sorban. Én szeretném megkérdezni, miközben én beszéltem akkor a főkapitány úr, milyen jogon szólt közben az én monévalomba, úgyhogy be se fejeztem a mondatomat. És nem lett kikísérve ezáltal, amennyibe, hogyha őket se kísérik ki, én egy 5 perc fogok elindítani az ülés után. Elnézést, uram, megvan hozzá joga. Nem adott nekem senki szót, igaz, én beszéltem. Ehhez lenne egy olyan mondatom, hogy... Tudja, van ez a mondás, hogy... A más szemével látjuk a szálkát, a saját szememben nem látom a gerendát. Most evel nem fog elérni semmit, hogy vádoskodunk egymás ellen. Nem kell... Testőrökat megkérném még egyszer, hogy aki ott ül, az kísérjék ki. Ez az igazság, ugye a rendőrség részéről is. Viszont látásra, köszönöm, viszont hogy együtt találkozhattunk. Indítványt fogok kérvényezni. Engedjük a hölgyet beszélni, mert udvarias vagyok. Mit szóltok hozzá? Ennek itt dobál az esők. Jaj, nem szólt a hölgynek. Bocsánat, suttogtam. Szóval, hogy az előbbiekben ugye a mélyen tisztelt elméletekben ügyvéd úr ugye kijelentette, hogy az ő védence nem vádlott, valóban igaza van ez ügyben, viszont ő gyanúsított jelenleg, és jelenleg a bíróság arra a lépésre készül, hogy... De nem gyanúsított. Most mondtam. Más oldalon tartózkodó személyt összevonja, hogy nem is gyanúsított egyelőre. Mint a rendőrség által védelembe vett gyermeket? Tehát, hogy jelenleg a rendőrség áll egy 11 éves kisgyermek ellen, vagyis hát ővele szemben, és hát molesztálással, illetve köszönöm, hogy tudjuk, hogy milyen vádakat emeltek jelenleg a főkapitány ellen, illetve a sheriffség főkapitány ellen,
Szerintem ez teljes mértékben a legeslegrosszabb döntés lehet, hogy olyan emberek kezébe adjunk egy 11 éves kisgyereket, akik elméletileg megerőszakolták őt. Mint mondtam, megbeszéljük ezt, hogy ki fogja ezt a 21-es felügyeletet teljesíteni. Nem azt mondtam, hogy Dr. Székely Szilárd fog rá vigyázni, hanem azt mondtam, hogy megbeszéljük a rendőr urakkal, hogy ki fogja ezt ellátni. Igen, ügyvéd úr. Utoljára kérek szót. Szeretném azt is indítványozni, hogy amennyiben a Székely Szilárdnak az ügyvédje be fogja mutatni a papírját, szeretném úgy kérvényezni, hogy nekem le van egy járva, én meghosszabbítom, mind a kettőt meg tudom mutatni. Szeretném azt kérvényezni a bíró úrtól, hogyha esetleg a mai nap 20.23.03.07, a tárgyalás 20.00-tól ő nem fog tudni papírt mutatni, csak esetleg, mit tudom én, 8-ától, holnaptól, azt nem tudom, hogy el fogja elfogadni esetleg. Úgy gondolom, hogy neki van papírja, akkor az a dátum rajta lesz legalul, hogy mikortól van. Mint ahogy neked szépen. Is, természetesen az új ügyvéd által kell ki, úgy elnök nekem van a régi, bocsánat, nekem de megvan a régi, mind a kettőt meg fogok, mind a kettőt meg fogok. Most ne kiabáljanak egymással, mert annak semmi értelme nincsen. Az ügyvéd úr elmondta a mondandóját, most megkérdezzük a másik ügyvéd úr azt, hogy mit mond erre. Hát egy ilyen sehol nincs a törvénykönyvben, hogy nekem éjfélig kéne bemutatnom a papíromat. Ezt nem tudom, hogy honnan vette a kolléga, talán valamit szívott vagy ivott mielőtt ide tért, hiszen egyáltalán nem vagyok köteles éjfélig bemutatni eleve a bíró úr is, gondolom a tárgyalás után hazamegy a kedves nejéhez, mint ahogy általában mindenki más, vagy lehet, hogy a rózsaszín inges ügyvéd úr a párjához megy haza, aki nem feltétlen nő. Ez nem probléma persze, csak hát sose lehet tudni, hogy ki melyik kapura játszik, de nincs ezzel semmi problém. Ez az egyik. A másik, hogy természetesen az új elnök által aláírt és minden évben megújított jogi papíromat fogom hozni, hiszen az ügyvéd úr is nagyon jól tudja, hogy nekünk minden évben vizsgát kell tenni a jogból, illetve ugye mikor jön egy új paragrafus, azt értelemszerűen nekünk ismernünk kell, és ezért kell minden évben megújítani ez paper. Szóval az ügyvéd úr hiába mutatja a tavalyi lejárt papírját, az idei módosítások miatt ez már alapból sem lenne érvényes. Igazából ő semmivel nincs előrébb, mint én, csak abba a hitbe kergeti magát, hogy egy lejárt okmánnyal maybe előttem van egy lépése, de ugyanúgy kitörölheti vele a tomporát, mint én egy toalettpapírral. Szóval ne legyen kérdés az, hogy ön esetleg előrébb van ezzel, hiszen nincs, de gondolom ezt is nagyon jól tudja, csak hát nem tud mibe kapaszkodni, csak ebbe, hogy van egy lejárt papírja, ami lejárt. Szóval nem érvényes, ez szerintem mindenki számára világos, egy lejárt jogosítvány sem jogosítvány. Az egy lejárt okirat, ami már nem érvényes, ezért kell megújítani. Oké? Okay? Hadd kérjek szót, uram. Rendben. Még maga szóval, kapott szót. Az előbbiekben a tisztes munkatársát, vagyis a kollégáját nevezi úgy, elkezdte szidalmazni. Márpedig itt a legnagyobb probléma azzal van, hogy ön nem értette azt, amit az ön állítólagos kollégája kijelentett. Ő nem azt mondta, hogy önnek ma éjfélig kell felmutatni a papírjait, hanem azt, és hogy itt van ugye az alelnökünk is, az elnökünk az nem tudom, hogy merre lehet. De hogyha önnek valóban vannak hivatalos papírjai arról, hogy ön a múltjában is ügyvédként dolgozott, akkor azt jelenti, hogy önnek nem a mai naptól, mondjuk este 22 órától lesz szerződése, mint ügyvéd, hanem sokkal előbbi dátummal kapcsolatban. Máskülönben, hogyha nem tud felmutatni olyan papírokat, amelyeknek az érvényességi dátuma nem ma este 10 órától köthetett, akkor az azt jelenti, hogy ön csalt. És hamisan tanúzott, illetve hamis ügyvédi képviseletet mutatott be a bíróság előtt. Köszönöm a szót. Rendben. Rendben, ezt... Ügyvéd, nem tanúskodtam, szóval itt a hölgy az fogalomzavarban van, elnézést. Hadd védjem meg magam, mert itt tanúskodásnak helye nincsen. Illetve, és ez nagyon fontos, egy kis info, hogy az amerikai törvények lehetőséget biztosítanak arra, hogy bárki lehet védő, nem kell, hogy rendelkezzen papírokkal, csak úgy, mint Dr. Székely Szilárd is megvédhetni magát, pedig higgyék el, hogy ő nem ügyvéd, és megkérhet engem,
mint egy barátot, hogy védjem őt, mert ő azt gondolja, hogy én a jogtudója vagyok. Ennek ellenére be fogom mutatni a papírokat, és kis csillag, bármit szeretnél, azt írok a papírra, azt iratok rá, amit csak szeretne, csak jöjjön velem el egy kávéra, beszéljük ezt meg, olyan jól forog az ön esze, hogy hát ha tudnánk egymásnak segítséget adni a közeljövőben. Nem leszem a bíróságra tartozik. Az ügyvéd úrnak megadom a szót. Rendben, megint úgy látom, hogy eltért a tártól, hogy barátot felkér, vagy bárki védheti. Úgy vártunk önre, hogy úgy mutatta be magát a Székely Szilárd, hogy a saját ügyvédje. Maga, amikor megérkezett, akkor azt mondta, hogy a rendőrségnek a jogásza is az ügyvédje. Ezt tartom nem tudom, is. Hogy miért tereli. Így van, rendben, akkor előbb nem tudom, hogy miről beszélt, ha már ilyen nagyon okos. A másik pedig még mindig nem érti, amit a hölgy meg én mondok, hogyha magának van ügyvédi végzettsége, vagy jogász végzettsége, mint nekem. Nekem van egy lejárt papírom, amit meg fogok hosszabbítani. Mind a kettőt be fogom adni, hogy volt, és az új. Hogyha maga a mai napon, vagy a holnapi napon ki fog állítatni egy papírt, és azt fogja mondani, hogy hát a régi nincs meg, mert nem kell, stb. Sajnos én azt kérvényezem, hogy a régi papírját is kérjék be, ami vagy megvan, vagy hosszabbítsa meg, mert nyilván nem az új elnök, magának sincs meg az új elnök által megírt papír, mert akkor tudná. Tehát ugyanúgy van akkor, mint én jelen pillanatban, akkor meg kell lennie a réginek. Köszönöm. Elnézést kérek, bíró úr, lehetséges, hogy azért nem értettem az urat, mert a párologtató bináris nyelvén próbál meg kommunikálni, ahelyett, hogy összetett mondatokat használna. Valószínűleg az én hibám, hogy nem értem ezt a nyelvezetet. Sorry. Rendben, rendőr úr. Jó, itt reflektálnék arra, hogy a másik ügyvéd úrnak van egy lejárt papírja, ami azt jelenti, hogy lejárt, tehát jelenleg érvényes nincs, azáltal igazából a mondanomat lezártam. Ennyi. Szerintem ne fullosz ki. Rendőri ügyvéd azt tudott papírt mutat? Majd megnézzük. Hát nem. Hát a faszom eldurran, hogy itt mindenki vakon van, mint Esmeralda, ezt tárgyaljuk már fél órája. Na, tehát akkor a mai napra ezt az előkészítő gyűlést lezárom. Megkérnék mindenkit, hogy ki fogunk tűzni egy tárgyalást. Most ki volt az, aki megkérdezte, hogy tudtuk a papírt mutatni, akkor fél órája ezt beszéljük meg. Azok az emberek, akik erre, ugyebár megkapják a hivatalos dokumentumot, akinek nem lesz ilyen hivatalos dokumentuma, az ne is próbálkozó jönni a tárgyalásra. Ezt az időpontot meg fogják kapni. Mindenki bizonyítékot nyújtsa be a tárgyalás megkezdése előtt, az utána beérkező bizonyítékokat már nem fogjuk tudni. Ez egy új Merci. Ez egy zsírúj szupra. Egyedi kocsi. Gondolom e-mailbe. Igen, igen. Megköszönöm mindenkinek az előkészítő tárgyaláson való részvételét. Bence, és akkor találkozunk a tárgyaláson. Köszönjük, bíró úr. Köszönjük. Minden jót, szép napot. Viszlát. Viszlát. Rendőr urakat megkérném, hogy egy pillanat még. Maradjon még. Egy élmény volt. Kollégák, maradjanak még. Önök testvérek esetleg? Legyen szíves a barátnőmről leszállni, köszönöm. Még nem vagyok rajta. De nagyon rajta van az úr, ahogy nézem. Már lassan benne van, úgyhogy legyen szíves a távolságot. Ja, egyébként uram. Igen, szó. Az a véleményem, hogy akármennyire is igyekszik, felkészült, köszönöm benne, köszönöm, amit is köszönöm. Szóval, még egyszer nem hallottam a hölgyet, elnézést. Nem, köszönöm szépen, de ne feszengjen rám, mert még én sem tettem. Ja, ez véletlen volt, csak tudja ilyenkor, hogy egy gyönyörű hölgy közelében vagyok, az izmaim mindig megrándulnak, és olyan kemény leszek hirtelen, sorry. Értem. Na most az a másik, hogy nem tudom, hogy ön jelenleg hazudik vagy nem, de biztos vagyok benne, hogy ki fogom deríteni, úgyhogy lehet, hogy ezt nem kávézni. Elfogadom a kihívást, mikor és hol? Hát, a narácsnak a belső oldalán lesz, én meg a külsőn. Ez nagyot szólt, remélem valaki rögzítette, barátok. Ez szép volt, kedves hölgyem, erre nem számítottam. Övön aluli, ami azt illeti, de higgy el, hogy... imádkozni fog még egy kávéért, hogy... egy 5 percre. Jó. Hát akkor tisztem, uram, és akkor majd a további viszontlátásra. Ezek még itt is viszontlátásra. Kiss, bang, bang. A viszontlátásra. Mondjad, szivar. Ugye nem lesz az, hogy véletlen, mivel hozzáférsz a rendőrségi aktákhoz, véletlen lesz neked rendes papírod a múltból, érted, mire gondolok, és vadunk a csingat a
Hanem tiszta lapokkal játszunk. Idegrángásod van? Azért kocsigatszol? Igen, az enkefalitiszem van kiújult, bocs. Amúgy elnézés így közben szólok, de... Gondolok, hogy tiszta lapokkal játszunk. Tiszta, of course. Tiszta, oké? Oké, oké. Oké. Mert tudom venni, csak nem akarom azt, hogy... Most tudom, te neked itt tenned, tehát jogász, ügyvédünk, fajos, minden vagy inkább. Hát elárulok neked valamit, jó barát, de hallgassal meg, oké? Persze. So, egyszer, egy szép délután, amikor ezt a várost még V1-el jegyezték, V1, nekem akkor volt már egy pici irodám, szó, hát... Persze, hát tudom, ha mentünk együtt, csak tudod, most akkor én még orosz voltam, most meg már nagypater, tehát most... Na, de várjál, várjál, nálam semmilyen olyan dolog nem történt, ami miatt bármit el kellett volna felejtsek, ezt vágod? Szó, engem nem... kapott senki. De ugyanúgy, aha. Semmin. Uram. Melyik? Ha értem, akkor milyen felejtés, uram? Milyen felejtés? A felejtés ára. A drogokkal le kell állnom, igen. De a felejtés ára. Magával nem történt olyan, amit el kellett volna felejteni. Szép napot, minden jót. Hát, ami azt illeti, igen, az előbb. Szerelembe estem két hölgybe is egyszerre. Tudja? Ja. Tudja, hogy van ez? Képzelj el, én egyszer találkoztam a doktor Székely Szilárddal, azt megkérdezte, hogy honnan ismerem. De hogy nem ismerem. Hát szerintem meg van zavarodva ő egy picit. A Szilárd? Hát... Szilárd régebben még megkérdezte, hogy maga honnan ismer? Hát mondom, magát ismerem már ezer éve. Hát én nem ismerhetem, ő azt mondta. Így az előzőre reflektálok, hogy maga valamit elfelejtett. Lehet, hogy maga is olyan, mint a Szilárd. Nekem közelíts a Szilárdhoz, én csak megvédem. Értem én, ügyvéd úr. Esetleg nem hívna meg egy vacsorára? Az attól függ. Hé-há. Most nem előtte még akkor szeretnék váltani egy szót. Jól liekszik a pali, én úgy tudom. Nem rossz. Velem? Sorry. Na, lopják a mennyasszony. Na, miben sántik az? Kánnak, bemutatkoznak önnek, engem Tony Starknak hívnak a önkormányzatnak vagyok. Tony Stark? Igen. Te vagy a vasember! Sí, oh my god, oh my god! Egyszer mutasd már meg a spáncél szó. Nem kell azt itt rajtni. Mi beszélgítettek vissza Stark? Azt szeretném kérni, hogy holnapi napig kerüljön fel ezzel a papírjával. Hány óra, hány perc? Itt van, kolléga? Az jó. Hát addigra pont teljesíteni is tudom, oké? Okay? Hát az én értem, de hogy... hát előtte voltam ügyvéd és nem váltottam karaktert. Se. Majd átadom neked, jó? Jó, akkor holnap jövök vissza a papír, akkor addig nem tegyek egy... Tehát nekem nem cikkázódott karakterem. Nem volt miért. És ugye mindenki visszament abba a frakcióba annó, amiben... Jó, akkor meg tudja oldani? Amiben benne volt. Telefonszám. Mr. Sealer. Megyünk az Őrsre, szó. Persze megyünk, csak közben a kis vezérigazgatót az OMS részéről oda rendeltettem a rendőrségre, mert mi az, hogy ezért... Kérhetnék valakit a bocsánat. Elnézést. Bíró úr, azt a papírt el lehet olvasni? Magánkívül is valakinek? Hivatal személy. Majd én elolvasom, meg rá vonatkozok. Úgyhogy jöjjön, várjuk az izét, jó? Mert nem fogok itt várni már. Rendben. Úgyis fáj a fejem is. További szép napot. Vissza Cisco. Erre, mi a Cisco? Micsoda? Disco? Mi? Este lesz disco? Vezessek fel, kapitány úr, ideges. Hol az autó egyébként? Áramot. Hogy háztartás. Itt volt hátul. Az baj. Az baj! Ható. Ott van, itt van, szó. Ez nem az, már ne haragudjunk. Én ideálltam hátulra. Lehet, hogy ellopták a gépjárművet. Vezessek? Nem hiszem el. Nem, vezessen. Na, pattanjatok be, szó. Pillanat, csak megeszem a szemvicsemet. De van egy jó hírem, Szilard. Na, mondja. Hát a védelem Szilard lábakon áll. Hát ez nagyon vicces volt. Higgy el, hogy nem vagyok olyan paszba, hogy most itt viccelődjünk. Nem a maga neve szerepel mindenhol, ilyen erőszakoló, meg olyan újjadó. Látja, hogy nem tudnak fogást találni rajtam. Perfekt vagyok, az jobból szó. Igazából nem sok köze volt az ügyvédjüknek ez az egész tárgyaláshoz, csak hebeget habagot, mint ahogy azt a mellékátábra is mutatta.
borzasztó volt ezek. Na, kriminális. Ezek nem is tudom, hogy mit szeretnének elérni a semmivel. Kész vicc. Nem ott volt előtte a rendőr autó? Na mondjuk én bezártam, úgyhogy ezt nehezen tudták elvinni. Szerintem jó volt. Elég érdekes volt egyébként a tényállás a másik ügyvéd úr. De tanulatlan, nem tudom, hogy hol végezhetett, biztos, hogy nem a Harvardon, ahol helyen. Hát lehet, hogy a piacon adták a papírját. Azt a hamisítványt és lejárt papírt. De ezt beszélnem is kéne az előző ellökkel, hogy állítsam már ki a régi papíromat, hogy na, mégiscsak, hiszen volt nekem az paper, hogy tevékenykedhetek, oké? Okay? Minél előbb oldja meg. Sziszejder, jó kérdés, én is itt vagyok, egyedivel Bencivel kapok. Igen, azért tényleg önnek is elég fontos az a... Milyen egyedi, és akkor mit, konkrétan egyedi, majdnem két óra hosszát vettek el az egy életemből a semmiről. Csinálhat meg a Bence. Mert hogy a tájékoztatás, elsősorban én egy beidézést kaptam. Hát ezt mondtam én is, hogyha nincsen vád, akkor miről beszélünk, szó? Milyen beidézést kaptam, hogy oda bárki bejöhet. Tehát akkor azért részt se kellett volna vennem. Hát olyan, arról nem is beszél, vagy ki az a bajszos izé? Ja, aki akkor ott volt a legszélén. Megnézheted. A kalapos? Nem. A alelnök? Vagy ki volt? Hát ne haragudjunk, már állít. Milyen névi mondom, alelnök. A bajszos. A Rózsi? A bajszos Rózsi? Az, vagy nem tudom, és akkor elkezdtem magyarázni, hogy mit tudom én, hogyha nincs papírja, akkor nem is volt, ő nem lépszik a... Nem emlékszik, hogy kiállított volna bármi ilyesmit. Fölpumpálom az életem, meg és, a haján, meg a piám, ezt nem akarom, mert én nem... Hát állítólag neki függetlennek kéne lenni, és mégis a túloldalt ült. És ott védte. Beszélek a mentőség. Ne aggódj, Cisco, minden rendben lesz. Na várja, ne, itt a vezérembe. Mi az a állomásvezető úr nem fog szerintem jönni. Mert nem elérhető, vagy mi a probléma? Nem, hanem ott beszélget a másik, igazából a vádlottnak az ügyvédjével. Igen, jó, hát akkor szeretné, hogy a rendőrség hozza be, vagy bejön a két. Nem az a banyolod, és... Nem tudom. Jó, hát akkor segítsen a rendőrség munkáját is, ne hátráztatja. Ez milyen legyen egyértelmű. Jó, hívja föl, hogy most várja a rendőrséget. Jó. Megadjam a telefonszámát? Nem kell. Föl tudja szemben maga is hívni. Szóval jó, amíg ilyen dokumentációt állít ki, fel is függesztem, mindjárt írom a papírt. Álljon már meg a menet. Mit vizsgál meg, milyen DNS? Esküszöm, leveszem a jelvényemet, azt olyat adok, hogy a takony menetet vág a hátán. És most még visszafogom magamat. Györöm Attila! Meg van rágalmazódó. Csak nézzel, nem hívja. És valakit már kéne kapni igazán. Halló. Ide kellene jönnöd a rendőrségre. Ide tudnál jönni a rendőrségre? Most kellene, sürgősen. Hát. Maga se lenne jó rendőrnek, mert olyan, mint egy nem tudom mi. Barbie baba. Ide járadna a rendőrségre. Na, menj már föl. Hol tartózkodik? Esküszöm, én hozom be. Ott tartózkodik, mert mindig a helyszínen. Melyik és... helyszínen? Az önkormányzat? Aha, önkormányzatnak. Na, mindjárt, jó, egy egységet kérek, hogy az önkormányzathoz a vezérigazgató OMS-eset hozzák ide, jó? Ez parancs. Messzeset. Én tudom. Hát álljon már meg a mellett. Ahogy hallottam, hogy a tarapok hátterében, hiszem a tarapok számítsak. Ja, és annyit még, hogy ezt el akarom mondani, hogy a lapon feltüntetett az, hogy több orvos is megvizsgálta az, amit. Szóval nem már ön, szóval ön mint a... Szóval hamisítják a bizonyítékot? Lehet. Szia, merci, jó éjszakát! Már a több orvosnak a neve szerepeljen, hogy milyen
szakirányba és milyen beosztásban van. Mert hogy ez nem került rá. És ő, mint alkalmazott, azt mondja, hogy ez nem is valósult meg. Vagyis ez nem állja meg a helyét, ugye? Okay. Jó, hát akkor higgyel, hogy volt vezérigazgató. És ön lesz helyette. Rendben. Vagy ha nem is maga valaki más, mert aki ilyet hamisít, az valószínű, hogy nem alkalmas ebbe a pozícióba. Tehát ez majd mindjárt kiderül. És leveszem a jelvényemet, civilbe öltözök. És akkor nem fogja tudni, hogy rendőr vagyok, olyat vágok rá, hogy összeszarja magát. Tájékoztassanak, ha megérkeztek és elkapták a célszemét. Minimum büntetés fog kapni, mert a hatósági eljárás hatására nem érkezett meg. Az igen. Amúgy nincs rajtam golyóálló. Szia Merci, jó ét! Így van, szia kecskesajt. Jó ét Merci. Ja, ezer köszönet. Elkapták? El! 14. 14. Megkaptam 14. De hogy a kollégák ne tudjanak már kapni, akkor milyen kiképzést kaptak? Jó, és akkor megkérem, hogy ön is jöjjön, és ezt a kijelentést, amit te. Hogy a rajta szerep, hogy több kollega, ez nem igaz, ez a kijelentés, amit ön mondott, jó? Rendben. Szembesítjük ezt a... Ezt ő jegyzőkönyvbe mondja az úr? Igen, jegyzőkönyv. Tanúsítom. Szépen elmondja a nevét, születési évét, születési helyét. És akkor várjuk. Mennyi idő, amíg ide érnek? Köszönöm. Ezért kérem, fáradjon utánunk. Mikor érnek itt a kollégák? So? Pár perc. Egyébként egyes frekvencia. Minden oké, keskesőt, köszönöm szépen a kérdésed. Várjatok a rádió. Hol a rádió? Nincs rádió. Nincs nálam rádió, sorry. Én odaadom az enyémet. De ő nem használ? Nálam is kettő van, majd én adok. Köszönöm. Át is adom, tessék itt. Köszönöm is szépen, át is veszem, és akkor mindjárt bepötyögöm rajta az egyes number. Így van. Megvárjuk itt a előtérbe, hogy nem ugye eltérjük. Breko. Erőt. Hogy tudom eltüntetni? Halljuk. Cyber Churchill in the house, uraim. Látják a kiírást? Milyen kiírás? Nem telefonozok. Mindegy. Mit? Ja, mindegy igazából. A mocskos féreg. Esküszöm, utána nézek az izére. Hálózati. Szerintem azon most nem húzza fel magát. Minden rágalmazás. Na, ez... Zervezőtött. Üdvözlöm, jó napot kívánok! Dr. Székely Szilárd, megismer? Igen. Én tőlem vett DNS mintát, emlékszik rá? Igen. Ne hazudjon maga, féreg! Mikor vett DNS mintát tőlem? Uram, én úgy tudom, hogy... Mit tud, ne hápogjon! A hírnevemet teszi tönkre maga a félkegyelmű! Hát igen, a Cisco! Én csak az utasításokat követtem. Bejöttek, tettek egy feljelentést. De kinek az utasítását követte? Érvényezték, hogy csinálják. De ki kérvényezte, szó? Mennyit fizettek érte? Senki nem fizetett semmit. Miért az utc? A kommentum kiállításait fizettek. Fenyegették? Nem megfenyegették? Akkor viszont miért készített ilyen hamis felvételeket, hamis adatokat? Nem készítettem hamisítványt. Honnan tudja, hogy a minta a kapitány úré volt? Honnan tudja? Csak azt a mintát kell elfogadniuk, amit maguk vesznek ki. Nem azt, amit odahoznak maguk elé. Akár az én mintámat is vihették volna, hogy már két. És azt mondják, hogy a kapitányé.
Hát ez ugyanolyan, hogy megfogok egy szargombócot, szájba nyomom, és megmondom, hogy ez a kis Józsié volt. Maga majd azt mondja, hogy a kis Józsinak a szarjával nyomták, szájba nem, közben meg az enyém volt. Az adatbázisból néztem. Az adatbázisból akkora fülest adok magának, nem érdekel milyen beosztásban van. Megegyezett a két. Mi egyezett meg? Milyen... Ne idegesítsem föl! Milyen be... Maga? Na, most fogom írni a papírt, hogy magát azonnan toloncolják el. És azonnan 1000 letöltendő börtönbüntetés kapjon. Korrupció véget! Uraim, véget ért már a tárgyalás, esetleg? Réko, véget ért, itt vagyunk az LSPD-n. De korrupt. Kollégával. Nincsen a nyilvántartásba az én adatom. Soha büdös életbe senkinek nem adtam DNS mintát. Maga honnan a kis ujjából szopta ezt ki? Továbbá hallgassa meg, hogy mit mondok. Ne tátogjon, mi maga hal. Mondj el, kollega. Mondja el. Mondja el. Na, az, hogy amit föltüntetett a papíron, hogy több kollega is megvizsgálta, nem igaz, mert maga vizsgálta meg csak. Hazudott! Én még csak meg sem néztem. Testvérem is megvizsgálta. A testvére! Öcsém. Az öcsém! Most már az öcséd, az előbb a testvéred volt. Hazudik! Mert az öcsém az a... Itt a vége. Azt tudja, hogy a pályafutásának vége. Mert? Itt mi kérdezünk, oké? Okay? Te válaszolsz, Rigo. Nem fizetett senkinek, és nem is fenyegettek meg. Aha, és maga kiszopta a kis ujjából, hogy a doktor Székely Szilárdnak... Nekem az ügyvéd mondta, figyeljen. Hogy aki bármi... Igen? 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 Te ugye a rendőr, ő szeretne csatlakozni a rendőrséget, annak felhúzik az adatbázisba nevét, új lenném, hát DNA és mindent. Elárulom magának, hogy... Én Magyarországról érkeztem, mint a rendőr főkapitány. Onnan küldtek át ide, hogy végezzem a feladatkört, mert összeomlott a rendszer a LSPD-n belül. Szóval én nem itt kezdtem a pályafutásomat, és ezért ezáltal itt nem is kellett DNS vizsgálatot kezdeményezni. Felfogja? Fel, de gondolom elküldték. Mit küldtek el? Magának? Mutassa nem, már meg azt a dokumentációt, nem, hogy milyen DNS-en van magának a nyilvántartásában. Gyugi, mert kifut az agyvizet, szóval Gyugi, nagy ipartus kapjál. Felforrok, nagyon. Hát... Mondja. Meg se szólaltam. De miért nem szólaltál meg? Szóval mikor kérdeztem? Mi ez a több kollega? Ön a hivatalos bírósági ügyre beküldte és a nevét adta ahhoz, hogy több kollega... vizsgálta a helyzetet. Nem állja meg a helyét. Uram. Holnapra megírom a papírt, és önt felfüggesztem a nyomozás ideig a munkálatára, ami azt jelenti, hogy fizetést az állam nem fog önnek biztosítani, és addig nem is végezhetje a feladatát. Önnek van biztos helyettese, annak át kell adni a vezető pozíciót, amíg a nyomozás nem fog kialakulni. Önnek korrupció gyanúja felmerült, ön nem állít, nem valós adatot adott meg a bírósági ügyön, és ugyebár ezt továbbítom a hatós, a bíróság felé is ezt a dolgot, és ők fogják elbírálni, viszont addig van jogköröm önt fölfüggeszteni. Szóval István! Természetesen a testvére is fel lesz. Az összes jó, és a testvére, még az öccse is, oké? Okay? És a testvére, ez itt van szolgálatban? Nincs. Miért nincs? És az unokaöccse? Csak ideig, miért unokaöccsém? Hát már magának mindenki már megvizsgálta az urat, csak hát nem igaz. Igen? Mondja. Mentős úr, már nem tudom azt mondani, hogy mentős főkapitány vagy ki maga, amit tudom én, nem is érdekel. Állomásvezető, hát ezt nem lehet magára kiállítani ezt a szót, mivel maga egy olyan hibát követett el, hogy egy olyan DNS vizsgálatot hajtott végre, ami a rendszerben nem található, tehát mi, mint PD, mint rendőrség, mint állomány, itt keresem, de ilyen nincs, a gép minden szóra azt adja ki, hogy ismeretlen, tehát én akárminek utána tudok nézni, hogy kinek van DNS-e, kinek nincs DNS-e, mi is mindenkinek utána tudunk járni. Tehát
maga egy akkora hamisítást követett el, hogy én mindjárt megbilincselem és bevágom, vagy 100 évre itt fog megrohadni a börtönben. Tehát ilyet, aki elkövet, annak a golyója arra fejében már nem rosszból. Jó van, kolléga, nagyon ráérzt. Figyeljen, uram! Biztos nem kapott érte pénzt, hogy bármit nem fejlették meg? Akkor csak simán anyag volt. Tessék? Akkor vallja be, hogy hanyag munkát végzett. Azt, amit maga alá toltak, az volt az, hogy annak végezte el a vizsgálatot. Pontosan így történt. Akkor csak hanyagság, ez miatt talán nem is kap börtön, csak felfüggesztél. Szóval most elismeri, akkor nem fogunk vádat emelni. Bejöttek, ugye Anton, meg a papája, meg a mamája. Igen. Bejöttek, hogy vizsgáljam ki a Antonnak a, nem tudom, hogy a hátsó részét. Igen. És ott mondta, közben vizsgáltam, hogy ön, meg az otya bácsi, meg ilyenek, érti? Utána a papája elvileg... Pontosítsunk, mert itt már én nem hiszek semminek. Nem ez a dolog. Bement a kis Antonka, és mit kellett megvizsgálni? Pontosítson. Most mondjam, a seglukát? Igen, a seglukát vizsgálta meg. Mit vizsgált rajta? A méretét? Ön az orvos, mondja meg, hogy mit vizsgált. Nincs van admin. Ön erről állítólag egy jegyzőkönyvet írt. Mit csinált? Mondja meg. Megkenegette, megnyalogatta, mit csinált vele? Megnéztem. És? Mit láttál rajta, szép volt, vagy mi? Maga szégyelli a munkáját, vagy itt mi a probléma, nem értem. Tehát magának az a dolga, ha valakit bevisznek ilyen munkára, akkor maga ezt vállalja, maga azért állomás vezető, mert maga mindent vállal. Maga vállal a felelősséget az embereiért. Maga vállal egy paciensé felelősséget, ha beviszik. Gondolom, azt mondta, van. Hogy az Antunk azt mondta, hogy ég a végbélnyílás környéki bőre. És azt néztem. Magának hirtelen meghangosodott a hangja, vagy mi történt? Hát eddig is ugyanígy beszéltem. Elnézést, uraim, hogy beleszólok, de maguk kivel beszélgetnek, mert nekem itt csak rendőrök állnak itt. Akkor járjön egy kört, mert itt elég sokan vagyok. Azért a szemekét, mindenki is vissza. Jó, akkor ha jól tudom, akkor az ön figyelmét felhozták arra, hogy vizsgálja meg a végbélnyílását a gyereknek, ugye? Igen. Na, ön megvizsgálta. Mit állapított meg, uram? Az, hogy nincsen gyulladás. Igen. Én csak ez. Mert más nem. Jó, semmit. Mit írt a jegyzőkönyvbe? Semmit. Azt állapította meg most jelenleg, hogy nincs gyulladás, mert ez volt a panasz. Nincs gyulladás, nincs semmilyen fertőzés, amit elkapott. Igen, de kitől vagy mitől kapott volna, mert mire kapott volna fertőzést? Nem akarom a szájába adni a dolgokat. Érdekel, hogy mi történt. Érdekel, hogy mi történt. Milyen konzultáció volt. Uram, megszólalna? Mert egyre elmegy a türelmem. Na, szerintem berideljük Bazsit. Azt szerintem az uradnak. Nem hallom, uram, nem hallom. Mi? Macskát láttak, mert egy nyelvet a szájába. Mr. Orr szolgálába lépett, 18. Üdvözlök. Erőt egészséget. Uram, itt van? Jó napot. Kérem, válaszoljon már rá, mert nem érek rá. Ezek is mindenki most... El tudnál mondani, hogy amikor bementek, persze, tudnánk mondtak? Mondani. Azt mondták, hogy megerőszakolták, meg megújazták. Igen. Ennyit. Jó, ön megállapította állítólagosan, hogy gyulladás nem történt, fertőzés nem történt. Igen. Igen. Igen, tovább. Hogy vannak nyomok arra, hogy beáltalás történt. És voltak? Igen. Tágulás.
Oké. Oké, okay, még valami? Ennyi? Hát igen, meg ott volt mondom, panszerzés. Na, akkor most tisztázunk valamit. Igen. Kopasz vagyok. Igen, és leveszem a gatyámat is, és megnézhetem. Oh my god, menjünk ki, uraim! Akinek gyeng az idegzete, forduljon el. Jó, megnézheti. Jó, azért ne ijed, nem olyan csúnya az, hogy... Aggódjon, tapasztalt róka vagyok, láttam jó, a nagyobb szörnyet is. Jó, és pillanat, lehúzom a alsónadrát. Tudja, hogy van kolléga, aki a kicsit nem becsüli, az fürgén simogassa. Így van. Gyorsan beállok a kamerákat, kikapcsolom pár másodpercre. Jó, látja, hogy ezen bármilyen szörk pamacs van esetleg? Nem nagyon, de... Látj, és várjon! Olyan csupasz, mint a... Ajaj. Na, és akkor lát esetleg itt a testemen bármilyen szörzete... Olyan kopasz, mint a mókus. A mókus a szörös, sorry. Látod már valaki kopasz mókust? Megkérnék egy kollégát, aki segít lepakolni a tárolóba a vége. Érkezem. Merre találhat a vezetetős? Visszahúzom kint a cuccaimat. Bejáratna. Na. Elnézést, most nagyon idegbe jöttem. Ez kijárt? Álljunk hát. A mostanúzásért kijártam úgy. Nem betköztem még itt leállománytag előtt, de hát ön orvos látott már Goyslit. Jaj, ekkorát? Hát előbb-utóbb el kell kezdeni, meg úgy is gondoltunk rá. No, látod ezen bármit is? Előbb mondtam, hogy nem. Na de hát mondom, akkor... Mondom, hogy ezt egy után is le lehetett... ...borot váltatni. Jó, akkor hagyj kérdezem már, maga honnan szedett az én fanszörzetemből mintát, hogy a DNS-be tudja? Mondjam már meg. Erre mondjam választ én. Na, berédeljük a téglát! Itt nem már nagyon csak izé van. Az én tudom, van, csak szerint ez téglát megold. Bíróságon. Az én testemről egy szőrszát leszedett és beazonosította. Mivel szedte le a fogával? Mentős kollégát. Hoztam az állománynak ételt, italt. Az nem azt jelenti, hogy 10-es mennyiséggel kell kivenni a tárolóból végre. 14. 10-69. No. Hát akkor uram, ön bukta halta. Ön belőlem egyetlen egy szál szőrt nem szakított se onnan. Nyilvántartásban nem szerepeltem, nem tudta összehasonlítani a dolgokat. Akkor magyarázza már meg uram, úgy szintiszta igazsággal. Mulasztott és nem valósat írt arra a papírra. Ez igaz-e vagy nem? Egyébként nem tudom hány, könyörögnöm kell egyet minden egyes mondatért a szájából? Vagy én nem tudom, hogy mi a lófasz csinál. Az igen, Matula. Hát válaszoljon már! Elvitte a cica nyelvét, vagy a kopasz mókus? Na, itt van, a jó Isten áldja már meg. Akkor válaszoljon már meg, miért állított ki ilyen nem valós adatot rólam? Elmondja? Itt a kollégája, ő nem hazudik. Biztos, hogy felfüggesztést kap avval az indokkal, hogy nem valós az a... Már csak az a mondat, hogy több... Kollégám az utca volt. De hát voltam, és igen? Az otya serifvezető is tanúsíthatja, hogy ő is. Igen, én azt nem állítottam, hogy nem volt az otya, én még mondtam is, hogy ott volt. Szóval, hogy nem... Na jó, nekem erre nincs időben, lepihenek, jó? Fölkészülök a tárgyalásra. Jó, hát még majd nem tudjuk, mikor kapjuk az idézést, de reméljük, itt lesz ön is. De, hogyan lennék? Hát a legjobb ügyvéd vagyok in the city, yes? Így van. Kiss-kiss, bang-bang! Viszlát. Viszlát, jó ét. Jó ét. Hát ez gyors volt. Na. Áh! Na szóval átmegyünk, Bazsit megrédeljük, viccotok hozzá, várjátok. Azt mondja...
ő is RP-t nyom. Nem tudom, mit RP-zik most, mindjárt megnézzük. Batyi Gézet, meg a Juttit, a magyarom van Sizivel. Szevasztok, srácok! Nagyon szépen, köszi szépen mindenkinek! Érvénytelen felhasználó név, nem sikerült kimásolnom. Jó, akkor még egyszer. Tégla Oficiál. És ott is van! Nagyon szépen, köszi szépen mindenkinek, aki itt volt. Szevasztok, srácok, kis bang bang. Hello! Legközelebb folytatjuk valami mással. Hát az baj, kecske sajt, de amúgy meg ezt nem én döntöm el, mert nem én veszem föl már az adminkákat. Sziasztok! Hello, hello! Hello, hello, szép estét! Ciao, ciao! Kiss, kiss, bang, bang! Hello, hello! Hello, 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 hello! Hello, hello! Véget ért a stream.